Abban reménykedünk, hogy majd kialakul egyfajta diskurzus is a témában, és megosztjátok egymással a tapasztalataitokat a Low-Code-ról, illetve nyilván, hogyha lesznek kérdések, akkor, akkor az előadás után bátran feltehetitek Zolinak és Bálintnak, hiszen itt lesznek még veletek, úgyhogy érezzétek jól magatokat, igyatok egyetek, és hát kérdezzetek minél többet. Sziasztok! Egy csoportkörkérdés lenne itt az elején, Kövári Zoltán vagyok. Ki az, aki low-code fogalmával itt tisztában van, ismeri azt föltenni a kezét? Szuper, mert a elején kezdenénk egy kis ismertetővel, van annak, aki nem annak is elmondanánk mi. Ki az, aki használt már low-code eszközt? Oké, köszönjük szépen. És ki az, aki használta már a Mendix-et, amivel ma készültünk? Na, hát akkor ez egész újdonság eleje lesz. Hát köszönjük a meghívást. Kezdjük akkor a... Nagyon nekem küzdődő majd az a technikával. Úgyhogy... Remélem azért el tudjátok most. Tehát kezdjük egy kicsit onnan, hogy, hogy elhelyezzük ezt a low-code-ot, ez engedjétek meg, hogy a bimodális informatikáról beszéljek pár szót. Ugye a bimodális azt mondjuk, vagy az, mi ebben nagyon tudunk azonosulni a Blackbelt-nél ezzel a megközelítéssel, hogy a mai informatikában igazából két irányból lehet megközelíteni a feladatokat, kétféle informatika létezik ma egy nagyobb informatikai szervezetnél. Az egyik, és így egyszerűen egyes meg kettes fog használni, tehát az egyik megközelítés szerint ugye a feladatok egy jól csoportosítható része, azok kiszámíthatóak, jól tervezhetőek, ismert világban végzünk informatikai fejlesztéseket. Nem a feltétlen a technológiai megújítás vagy, a, vagy új ismeretlen feladatok megoldása a feladatunk, hanem az, hogy a megismert, jól ismert üzleti folyamatokat egy modernebb technológiára áthelyezzük. Ugye ez ugyanúgy része a digitális transformációnak, ami most nagyon egy divatos fogalom, mint a másik, a kettes módszer, ami viszont pontosan arra fókuszál, amikor valami ismeretlen próbálunk kipróbálni, van valami bizonytalanság a projektjeinkben, amikor elkezdünk például egy új terméket kitalálni, új üzleti folyamatot, esetleg egy új technológiát, vagy ezeknek valamilyen kombinációját. Míg az első egy kiszámítható, eltervezhető megközelítést biztosít, vagy egy igényel, addig a másiknál sokkal inkább szeretnénk minél hamarabb kipróbálni azt, hogy amit a piacra hoztunk, vagy amit elkészítettünk a felhasználóink számára, az használható-e. Ez ugye egy ilyen kipróbálom, test and try, test and adopt, ugye ezeket a szavakat szokták ráhasználni, egy ilyen fajta megközelítést igényel. Bocsánat, hogy ez a slide így villog, de remélem, hogy nem okoz olyan nagy problémát. Mind a kettőre szükség van, tehát itt nem arról van szó, hogy az informatikának az egyik jobb, mint a másik, a kettő egymás mellett él. Mi egyébként ugye azt gondoljuk, hogy a low-code, és amiről ma beszélünk, ugye az a kettes mód, vagyis ugye az úgynevezett digitális innováció, ezt szokták például a Mendix-nél ugye ezt a szóhasználatot honosodott meg, ugye szembe helyezi magát a digitális innováció a tradicionális szoftverfejlesztési módszerekkel. És ugye ebben a például az üzleti érték, a gyors piacra lépés, az ügyfelek minél gyorsabb és minél testre szabottabb kiszolgálása megy mondjuk a stabilitás, megbízhatóság nagyon alapos tesztekkel szemben. Úgyhogy ezt összeszedtük itt egy-két ilyen jól frappáns definíciót, amiben így nem merülnék el. Ugye az anyagot egyébként kitűrjük, bárki megkaphatja, aki részt vesz ebbe. Talán, hogyha ebben elkezdtek foglalkozni, vagy kedvetek megjön hozzá, akkor érdemes ezt még egyszer átlapozni. Mi ugye ezt a technológiát, ezt az innovatív, digitális innovációs technológiát, tehát ebbe az újfajta megközelítésbe helyezzük el. Ugye
amit nem csak egyébként technológiát jelent, amit ma bemutatunk, hanem egyfajta módszertant is. Ugye azt gondoljuk, és úgy szeretünk dolgozni, hogyha az informatika és például az üzleti felhasználó egész közel kerülne egymáshoz. A rapid low-code fejlesztés nem csak abban jelent előny, hogy gyorsabban tudunk piacra, vagy az ügyfelekhez, mondjuk így felhasználókhoz vinni szoftvert, abban is, hogy más módon mutatjuk meg a szoftvert. Ugye itt az agilis elvekkel összhangban még háttérbe szorul a dokumentáció, mondjuk a specifikációs szakaszra, ha gondolunk, de akár még a user guide szakaszra is. Sokkal inkább a szoftvert mutatjuk meg, a szoftvert próbált ki, a szoftvert adoptálom utána a visszajelzések alapján. Ugye ezt a fajta szoftverfejlesztéshez helyhez találták ki meglátásunk szerint a low-code-ot, és ezért mondjuk azt, hogy a low-code vagy rapid szoftverfejlesztési technológia, az, hogy most itt a Mendix, ahogy fogalmaz, ugye az a gyorsító sárja az informatikának. Tehát van, amikor száguldani kell, nyilván akkor érdemes ezt használni, van, amikor új dolgokat kell gyorsan az ügyfeleknek a rendelkezésére bocsájtani. Nyilván vannak ennek kötöttségei is, azokat is meg fogjuk majd mutatni, hogy mikor érdemes és hol használni, illetve akik ebben foglalkoztak, abban nagyon szívesen maradnánk itt Terna Bálinttal, és beszélnék meg, hogy ti hogy látjátok, mi a ti tapasztalatotok ezekben a low-code-nak a felhasználásában. Ugye akkor néhány definíciót helyezünk el, alkalmazási platform, ugye mondom, mindannyian fejlesztők vagytok, még erre nézek, tehát informatikával foglalkozik itt mindenki, azt jól gondolom. Jó, aki nem, azt tegye fel a kezét. Oké. Tehát akkor alkalmazás fejlesztő platformokról talán nem beszélnék. Mit jelent egy low-code alkalmazás fejlesztési platform? Ugye a gyors alkalmazás fejlesztést kell támogatnia, ennek része egy teljes CI/CD támogatás, tehát ahogy itt írjuk, ugye az egy gombos vagy egy gombnyomásos deployment. Bocsánat, egyébként az összes slide-om angolul lesz, nem készítettünk erről a magyar verziót, de remélem, hogy ez se okoz problémát. Ugye a maga a programozásnak a nagy része, tehát a kódtermelés zöme a low-code-ban, ugye nem a klasszikus, tradicionális programnyelveken zajlik, hanem egy magas szintű deklaratív programnyelven vagy modellezési nyelven. Ezt mindjárt meg fogjuk mutatni a konkrét példán keresztül, hogy ez hogy történik. Ugye modellvezérelt és metaadatvezérelt fejlesztés zajlik, és ez generálja le egyébként ugye a kódokat. Ami ez a low-code, éppen azért low-code, mert megvan a lehetőség, hogy hozzátegyük természetesen a fejlesztői kódokat is. És alapvetően három fő eleme van a low-code fejlesztéseknek, ahogy mi látjuk, mindig ott van a user interface, mint egy jól szeparált, de fontos feladat, ugye az adatbázis megtervezése és fejlesztése, és a kettőhöz kapcsolódóan az üzleti logikának az implementációja. Ugye háromféle eszközkészletet biztosít például erre a Mendix is. És akkor nézzük mondjuk az egyik kötöttséget, amit meg kell ismerni. A mai magyar, vagy mai általunk ismert vezető low-code termékek között nincs átjárhatóság, nincs szabványosság, mint ez a nyílt forrás kóduság. Tehát aki egyébként valamilyen low-code terméket választ, az most azzal kell együtt dolgozzon, hogy egy avval kell szembesülnie, hogy akkor abban a környezetben tudja ő azokat a egyébként újra felhasználható kódokat használni, amit ugye előállít. Tehát erre érdemes gondolni a low-code választásánál. Most egyre kevésbé látszik. Oké. Milyen a nagyvállalati low-code platform? Ugye itt arra gondolunk, amikor előjönnek már azok a hangsúlyos témák, amik egy nagy többször sok felhasználós üzleti kritikus rendszerek támogatását és esetén felmerül, tehát a teljesítmény, a skálázhatóság, ugye a backup visszatölthetőség, az egész szoftverrendszer és fejlesztői környezetnek a támogatása, az, hogy egyébként ez cloudba fut-e, private cloudba, saját cloudba, on-premise megoldásokat is tud-e adni szükség esetén. És akkor egy szót még a no-code-ról. Mi tudunk itt abszolút ebből a Gartner definícióval azonosulni. Mi úgy látjuk, hogy a no-code az ilyen szempontból nem jelent lényegesen más, mint a low-code. Ugye a no-code-nál azt mondjuk, hogy egyáltalán nem adunk kódolási lehetőséget, hanem ugye valamilyen formulákkal, magas szintű modellezési eszközökkel, rajzokkal, folyamatábrákkal, ilyenekkel rakjuk össze az alkalmazást, és a kód kiegészítésének a lehetősége, ami a low-code-ban megvan, az elvileg nincs meg a no-code-ban. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy közös technológia, igazából ez egy marketing fogalom a no-code, és nem jelent technológiák, nem gyökeresen nem jelent más, mint a low-code, hanem annak egyfajta nézete. A Mendix egyébként megpróbálja ilyen szempontból is megmutatni, hogy hogy néz neki, amikor egy teljesen low-code megoldásként használja a Mendix-et, van egy ilyen lehetősége, és mi az, amikor meg low-code megoldásként.
Jó, köszönöm szépen, az jó lesz. És akkor mondjuk egy ilyen, ezzel a mozdulattal jelzem a lapozni. Okay. És akkor low-code, miért és hogyan használjuk a low-code-ot? Ugye a tradicionális szoftverfejlesztésnek vannak olyan aspektusai, amit remélem szerint a low-code széles körű elterjedése, vagy a megfelelő helyen való használata az segít. Az első ugye az, hogy összességében túl sok fejlesztési időt vihet el, sok ismétlődő vagy egyszerű szoftverfejlesztési feladat, ami a modellvezérelt és a modellből generált szoftverrel gyorsabban megtehető. Tehát összességében azt gondoljuk, hogy optimálisabban fektethető be a fejlesztőnek az ideje, és ugye egyébként a különböző fejlesztő típusoknak is az ideje, erről majd beszéljünk, de az idő nagy részét egyébként a demo fogja megtölteni, úgyhogy hogyha marad bennetek kérdés itt a kicsit így az elméleti bevezetéssel, akkor én nagyon szívesen elmondom majd, de a show majd egyébként Bálint lesz. Ugye akkor amit gondolunk, hogy ugye nyilván van minden ember, aki kódol, hibázik, a teremben ülőkre ez ritkán jellemző, de azért vannak olyan szoftverfejlesztők, akik szoktak hibát ejteni a kódba, minél többen vannak, a karnát nagyobb ennek az esélye. A generált kódnál ugye ez definíció szerint ugye a tipikus a hibák egy jó részét ugye ki tudja küszöbölni. Összességében ezáltal fölgyorsul a szoftverfejlesztés, és nyilván a határidő az üzletnek időre, vagy a felhasználóknak egy időre szállítás kerül előtérbe, és ebben lesz nagyon megbízható a low-code. Nem mellesleg egy másfajta kommunikációt biztosít az üzleti felhasználó, vagy a user és mi köztünk. Ugye a low-code egyébként, hogyha kristálytisztán nézzük az elvét, még azt a lehetőséget is megadja, hogy a modellt elválaszt az implementációtól. Tehát ha kidolgozunk egy jó üzleti modellt, és közben mögötte technológiaváltást akarunk készíteni, akkor elméletben ugye egyszerűen csak ugye a generátort, a kódgenerátort, vagy az implementációt legeneráló modult kell, a modellt lefordító modult kell kicserélnünk, és akkor egy más technológiába is előállíthatjuk a kódot. Azért ez nyilván nem, a low-code eszközök többsége nem képes, de például a Black Belt, amilyen filozófiát folytat, ott minket ez érdekel az a téma, és ennek kapcsán végzünk ilyen kutatást, meg termékfejlesztést is, amiben viszont követjük ezt a tisztályt, vagy tisztájelet is lapozható. Jó. És mi azt szeretnénk ugye a low-code-nál ugye a gyors fejlesztés, gyors piacra lépés mellett azt szeretnénk, hogy bebizonyítsuk, hogy ugye a felhasználó elégedettség nem csak azáltal növekszik, hogy gyorsabban odaér a kód, hanem azáltal, hogy sokkal egyszerűbben megérti, hogy mit akar. Mivel már az első sprint végén gyakorlatilag kódot lát, olyan vagy szoftvert lát, bocsánat, amiben képernyőket lát, amiben funkciókat lát, így aztán az iteráció is ezen keresztül valósul meg. Nem kell olyan mélyen leírnia, ami az ő elképzelése, mert nem is biztos, hogy le tudja. Sokkal egyszerűbb ugye ezzel a megnézi, visszajelez, és ugye ezzel az iteratív működéssel menni. Összességében így egyébként lehet, hogy ugyanannyi időt töltünk majd el a projekten, de sokkal hamarabb látja az eredményt, sokkal hamarabb érzi azt, hogy jó irány menjünk, illetve érzőbe van vonva, nekünk megsporolja azt az energiát, amit egyébként nyilván itt az egész business analyst szakma, üzleti elemzők, akik ebben foglalkoznak, de hát ez a szakma is azért nőtt ki valahogy, mert ugye ez valahogy az üzleti felhasználók és a fejlesztők között ez a megértés, ez ugye akadozik, és még az ő segítségükkel is van, amikor ugye ebbe belefutunk. Ami nekünk ugye az elméletét nézzük, de erről már nagyon legbelül jó sok előadást tartottunk itt a metamodellekről, modellekről, meg a metametamodellekről, ezzel most így nem mutatnálak titeket, de ugye alapvetően, hogyha az elméletet nézzük, akkor a modellvezérelt szoftverfejlesztésben, amilyen a Mendix is, vagy azok a technológiák, amivel mi foglalkozunk, egy domain modellt állítunk össze, tehát a modellben leképezzük ugye egy bank, egy biztosító, egy kereskedő cég, egy webshopnak ugye az üzleti modelljét, ezt hívjuk domain modellnek, automatikusan vagy félautomatikusan gyártjuk belőle a kódot. És akkor ugye mi ezt látjuk, hogy nagyjából így informatikai vezetők, mint fejlesztők szembesülnek ugye azokkal az igényekkel, amiket az üzlet ma támaszt, és ebben ez az olló egyre jobban nyílik ki. Ezért látjuk a low-code-nak a szerepét. Ugye azt látjuk, hogy egyre több szoftverigény jelenik meg, egyszerűen ugye az üzleti innováció kapcsán sok-sok új terméket attól lesz eladható, hogy valamilyen digitális csatornát tereljük, vagy egyáltalán, hogy már digitális termékeket találunk ki. És egyébként amellett, hogy egyre több
az informatikai fejlesztés iránti igény a üzlet részéről, ezt egyre gyorsabban is akarják megtenni, hiszen a versenytársak is ezt csinálják, és akkor vagyok innovatív, akkor vagyok modern, vagy gyorsan tudom kidobni az új és új funkciókat. Erre a informatika válasza, most elég sokat kell nyomkodni, de az, hogy nem képes, ugye ezt a nyomásnak érzi meg, nem képes a ilyen határidőkkel szoftvereket fejleszteni. Úgy érzi, hogy ezért az üzlet elkezd másokhoz menni, vagy más céghez, vagy beszállítóhoz, vagy ilyen pót IT szervezetek alakulnak ki, Excelekben mindenféle megoldásokból ugye elkezdik megoldani valamilyen módon a problémáikat, ami ugye már az informatikai szempontokat teljesen nélkülözi, és egyébként pedig ő is érzi, hogy mennyire jó lenne ugye a meglévő rendszeri mellé innovatív applikációkat, szoftvereket fejleszteni, de valahogy mindig alul priorizálódnak az új ötletek, ezek a kicsi egyszerű fejlesztések, ezeket dobja el először, és lehet, hogy mert ott marad valahol a core fejlesztések a nagy rendszerek fejlesztése mellett. Ugye egyébként sok mindent tettünk, vagy teszünk is, és tesz az informatika vezető, hogy ezt megoldja. Ugye az egyik, hogy akkor jött ugye az agilitás, abban már iterálunk, már gyorsabban visszük ki a terméket, az egész működést ugye az üzleti érték vezérli. Ugye cloud, akkor is skálázhatóvá válik a termék, ebben is lépett ugye előre az informatika, CICD, a gombnyomásos fejlesztés, nem a low-code, a gombnyomásos deployment ugye nem a low-code sajátja, egy jó agilis projektben ugye ez szintén megfigyelhető. Jó, felvehetünk egy csomó szoftverfejlesztőt, ez nekünk ugye egyébként jó, ezért egyik legbiztosabb szakma a programozónak lenni, de az informatikai vezetőnek nem biztos, mert ugye azt látjuk, hogy nem fog tudni elég fejlesztőt találni, nem lehet kétszer akkor az informatikai osztály. És ugye az outsourcing, ahol a szolgáltató cégek jönnek szóba, nyilván ez is egy lehetőség, egy bizonyos ideig. De azt látjuk, hogy olyan mértékben nő az igény, hogy ez a gap fenn fog maradni. És akkor erre akkor hoztam nektek néhány statisztikát, ugye a üzletre a Gartner-től tipikusan, ő azt mondja, hogy ez az óló nem hogy zárulna, hanem hogy ez az ötszörös szorzót fogja már 2021-re látni. És ezért gondolják azt a nagy elemzők, és mi is azt, nagy elemző cégek, és mi is, hogy a low-code-nak ugye megvan ebbe a világban a helye. Az a predikció, hogy 2024-re a nagyvállalatok, mert ugye ma nagyvállalati low-code-ot hoztunk, nagyvállalatoknak nem is egy low-code eszközt fognak használni. Ez szerintem adódik abból is, hogy a low-code-ok, most külön a low-code termékek különböző utakat jártak be, és más-más megoldásra vannak optimalizálva. De minden esetre biztató az, hogy az üzletági elemzők is, ugye ez friss elemzés tavaly jött ki, hogy a szoftverfejlesztések 65%-a low-code-ban zajlik, hát akkor szerintem érdemes lassan megismerni ezt a technológiát, minek szélesebb körbe, mert van benne potenciál. És akkor egy pár szót ugye a Mendixről, ott láttak a Magic Quadrantot, biztos ismerős, ugye a vezető low-code technológiák a Gartner szerint, ugye a jobb felső sarokban lévő négy termék jelenti ma a csúcs technológiát, mi ebből a Mendixet hoztuk el hozzátok, és akkor még néhány nézet, hogy nagyjából egyébként ugyanezek a versenyzők vannak, ugye a Forresternek a elemzése ugyanezeket a cégeket hozza kivezetőnek a mobil platform fejlesztésre. Látjátok a céget, ugye majd látni fogjátok, meg Bálint elmondja, hogy például Mendixben ugye desktop alkalmazás, majd desktop képernyőre az alkalmazás, mobil alkalmazás, natívot vagy hibrid alkalmazás generálása az ugye ugyanúgy támogatott és fontos szempont, és a végén meg ugye multiplatform tehát multiplatformok vezető low-code eszközöket rangsorják, vagy szintén jól áll a Mendix. Hát többek között mi ezért választottuk a Mendixet, ugye mi ezzel a technológiával dolgozunk Magyarországon, mi vagyunk a Mendix képviselő, és az az érdekes kísérlet, amit mi végzünk, az meg a Judo, ez a saját low-code termékünk, ahol listájtisztán próbáljuk, vagy sokkal inkább a modellvezérelt és a metamodell vezérelt szoftverfejlesztés kerül előtérbe. Itt erről ma csak annyit mondanék, hogy februárban hozzuk ki ennek az első nyilvános release-ét, amihez egyébként szívesen várom beta tesztereket, akit érdekel a előadás után szívesen erről is mesélni. De akkor egy kicsit vágjunk bele a Mendixbe. Tehát a Mendix ugye ezt a fajta piacelemzéseket látva, vezérelve ugyanattól, ami egyébként a Black Belt CTO-jának is akár hallhattam volna, és a Black Belt-ben is ezt próbáltuk pár évvel ezelőtt ugye
ezt ismertük föl, vagy ebbe hiszünk, hogy meg fog változni a szoftverfejlesztés. Tehát valamit lépni kell arra, hogy egyre nehezebb szoftverfejlesztőt találni, egyre nagyobb nyomasztóbb az a teher, hogyha most így az iparági szinten nézzük, vagy egyes cégekben nézzük, hogy ki kéne szolgálni az üzletet. És erre valamilyen technológiai válasznak is érkeznie kell az agilitáson meg a módszertanokon túl. És ebben hisznek ők is, ez az alapelve a Mendixnek is, hogy meg fog változni a szoftverfejlesztés világ, és legalábbis ugye ez az innovatív alkalmazások esetén erre megoldást kínálnak. És akkor kezdjük el a Mendixbe egy kicsit elmerülni. Ugye a Mendix ilyen szempontból három módon programozható vagy fejleszthető. Van egy no-code megoldása, ezt hívjuk a webmodellernek, ugye ez egy browserben futtatható, egyszerűsített fejlesztői környezet, és az a elve, hogy ehhez nem kell mély programozó ismeret, kevesebb dolgot lehet állítani, mint a desktop modellerben, ami egyébként a low-code környezete a Mendixnek, és ez egy teljesen komplex parametrizálhatóságát adja a security ingezetre keresztül az adatbázisok, az alkalmazás logikák képernyők felépítéséig. Ez sokkal közelebb áll egy fejlesztők által ismert szoftverfejlesztő környezethez, míg az első sokkal közelebb áll azokhoz a könnyed, mondjuk folyamatára rajzoló szoftverekhez, amiket egyébként az üzleti felhasználók használnak. Így aztán a low-code természetesen lehetőséget ad arra, ezért low-code és nem no-code, hogy ugye ismert programnyelveken kiegészítéseket fűzünk be. Ugye a BlackBerry-ben mi azt gondoljuk, hogy így fog kifizetődni, és így strukturálódik át majd a fejlesztőnek az ideje. Az igazi hardcore fejlesztők, akkor azok a low-code-ban pont azokat a munkákat fogják elengedni és átadni mondjuk a modellvezérelt fejlesztőknek, vagy az erre fókuszáló fejlesztőknek, ami repetitív, gyorsan összekapcsolódik, ami nem feltétlen van meg az algoritmizálásnak a érdekessége, előnye. Tehát ők az igazi, azok a fejlesztők, akik ebben ugye professzionálisak, azok elmennek a legkritikusabb üzleti feladatok megoldásáig. Vagy például a UX-el is ugyanezt tudom mondani, megvesznek azok a kritikus, mondjuk 20%-a az alkalmazásoknak, ahol nagyon professzionális, jó ütős UX-et kell csinálni. Látjátok meg a low-code-ban, hogy szerintünk nagyon jó felületeket lehet összerakni, de természetesen a generált kódnak megvannak azok a kötöttségei, hogy nem lehet teljesen szabadon a felületben mindent összerakni. Meglesznek ugye a UX-eseknek is az a világa, ami a legfontosabb az üzleti felhasználóknak, de mivel egy login képernyő, egy törzsadat karbantartás, egy rakat olyan képernyőnk van, amit egyébként ritkán vagy csak a back office-ba használnak, hogy a tök teljesen meg fog felelni véleményünk szerint a low-code által generált UI is. Úgyhogy ezt majd ezekről szívesen beszélünk a bemutató után. És akkor az alsó, még a két szlájd aljára utalnék, ugye minden, ami mind a három fejlesztői környezet, ami ugyanazon a modellen dolgozik, ez érthető az adatmodell, az üzleti logikára. Ugye nagyon fontos szerepe van a kollaborációnak, tehát azt gondoljuk, hogy a low-code mellé egy módszertan, egy működés is szükséges, amiben ez egy gyors információcsere, együttműködés az üzleti oldallal ugye kialakul, és erre eszközöket is biztosít a Mendix, tehát a Mendix nem csak egy szoftverfejlesztői környezetet ad, hanem ad egy egész olyan developer portált, amiben mondjuk az agilis projekt vezetésén kezdve sok minden mást is támogat, és támogatja egyébként az egész alkalmazásnak az életútját, tehát a deploymentet, a monitoringot, a skálázhatóságot, felhőben futtatja ugye az alkalmazásokat, tehát az informatika aspektusokat is. Azok a logókat a jobb alsó sorokban mutatják, hogy milyen fő technológiákat támogatnak. Akkor ugye tehát az alap megközelítés, amit először látni fogtok, ugye az az, hogy elkészítjük ugye a modelleket, a modell vezérelt fejlesztéssel előállítunk ugye alkalmazás logikát, előállítunk az adatbázis logikát, és előállítjuk a felületet, megmutatjuk, hogy ezt hogy lehet gyorsan kivinni ugye az ügyfélnek, és itt gyakorlatilag ugye mai napon egy nulláról fog Bálint összerakni egy alkalmazást, és akkor itt gyakorolja is az egy óra során egyszer-kétszer. És nyilván ezek a kódok egyébként felhasználhatók, ez már egy hosszabb téma lenne, de megvannak azok az elemek, amivel alkalmazások között ugyanúgy tovább vihetők a létrehozott blokkok, elemek, mint ugye más szoftverfejlesztési környezetben. És akkor a kollaboráció, ugye ez a másik aspektus, amit ki akartam emelni, erről kicsit ma kevesebbet tudunk mutatni, de megmutatjuk, hogy akkor hogy néz ki ez a környezet, de itt azt képzeljétek el, hogy ha ilyen technológiával vagytok felvértezve, akkor gyorsan meg tudjátok mutatni az üzleti felhasználónak. Ha egyébként a felhasználó olyan edukált, és ezért
a Mendix szerint ugye egyébként négy típusú szoftverfejlesztő létezik, van a hardcode Harry, azok a fejlesztők, akikről beszéltem, hogy összefogják, majd egyre inkább csak az üzletileg kritikus szoftverfejlesztésre koncentrálnak. Vannak ezek a business developerek, vagy low-code developerek, akik egyébként gyorsan generálva előállítják az alkalmazás nagyobbik részét, és ő elmegy egészen a citizen developer fogalmáig is, amikor ő azt mondja, hogy egyébként megadja az üzletnek, vagy az üzleti felhasználónak is lehetőséget, hogy mondjuk egy képernyőt rajzoljon, például a WebModeller nevű low-code eszközben, vagy például egy kisebb módosításokat akár meglévő képernyőkön már ő is tervezhessen. Ezzel ugye elvileg megadja a teljes szabadságát a low-code-nak. Mi azt láttuk a gyakorlatban, hogy mikor ezt alkalmazok, akkor itt azt tudjuk elképzelni, hogy mondjuk egy módosítást javasol a képernyőn, de az előbb-utóbb ugye a másik két fejlesztőnél landol, és csak az ő ellenőrzése, és után kerülhet ki mondjuk egy deployba, még akár egy teszt környezetbe is. Tehát, hogy ennek így meg kell találni a helyét, de a technika elvileg módot ad arra. Én egyébként nem vagyok szoftverfejlesztő, én kifejezetten ezt a citizen developer pass csináltam végig, össze tudtam rakni egy alkalmazást. Nyilván egy csomó olyan segítséggel, egyszerűsítéssel, ami lehet, hogy egy fejlesztő már kötöttségnek élne meg, de azért viszonylag nagy élmény, hogy másfél nap után mondjuk egy jól működő mobil applikációt össze tudsz klikkelni. Tehát, hogy ezt a lehetőséget technikailag biztosítja, az egy izgalmas kérdés, és ezért lesz jó beszélgetni, mert is használtok ilyet, hogy ez mikor és hol, és milyen mértékben lehet a valós, illetve a valós projektekben használni. És hát nyilván van egy technikai vonal is. Meg fogjuk tudni mutatni, hogy ugye ezek a rendszerek, hiszen a Mendix Cloud-ba futtatja, ugye alapvetően kínál egy futtató környezetet, ahol ugye skálázható, ahol a magas rendelkezés állások biztosítja, ahol a szoftver életciklus követhető, és egyébként ugye például most látjuk azt is, hogy az eléggé fókuszban van ugye a jogosultságok kezelése, a hozzáférés, ugye ezeket már a modell elejétől kikényszerítő, hogy ezzel foglalkozunk, tehát ez a biztonsági előírásoknak is, a biztonságos szoftver tervezését is támogatja. És akkor így búcsúzóul a felvezetőben három példát hoztam nektek, ami három különböző élet, ahol a Mendix ugye nagyvállalati környezetben, komoly cégeknél mondjuk sikeres low-code bevezetésbe vitt véghez. Három különböző példa, csak hogy lássuk, hogy hol lehet ezt használni. Ugye az egyik például a Zürich biztosító, ez egy jó nevű ugye svájci biztosító társaság, ő ugye a klasszikus Mendix által leginkább a javasolt elvet követi, elkezdi a low-code platformot használni olyan feladatokra, ami egyébként vagy leesnek az IT-nál, vagy túl sokáig tartanak, ezek a kis innovatív alkalmazások, amik leginkább üzleti értéket tudnak hozni. Nem merülnek el hosszan a szoftverfejlesztésben, tipikusan ugye azt gondoljuk, ugye, hogy egy-két hét alatt meg lehet csinálni a prototípust, ami tapasztalatunk szerint két hónap alatt nyugodtan ki lehet vinni már egy MVP-t, tehát egy olyan szoftvert, amiben kellő elég funkció van ahhoz, hogy a userek elkezdjék akár egy szűkebb környezetbe használni is, és innentől ugye mondjuk 5-6 hónap alatt meg le is zárható egy Mendix projekt, mert utána bevisszük a többletfunkciókat, végrehajtanák az iterációt. Néhány ember is elég már ugye egy Mendix csapat fejlesztéséhez is, és akkor itt a cél, ők ezt követve ugye elkészített 10 ilyen applikációt, ami egyébként üzletileg be is lett vetve, tehát a felhasználóik használják, vagy a jobbáhagyási folyamatba építették be, vagy az ügyfeleknek adtak ki egy alkalmazást, és így használták a Mendixet. Ez azt gondolom a tipikus általunk is javasolt felhasználási példa. A másik, a Solomon Group, ez egy amerikai rendezvényszervező cég. Itt meg van egy, ugye ez a egyszer, mikor nagyon jól passzol a technológia, erre találtak egy nagyon jó üszkézet, abban kerestek egyébként nagyon sok pénzt, hogy gyorsan kellett nekik egy rendezvénynél valahogy megnövelni a rendezvénye beengedhető emberek számát. Ezt a tűzoltóság ellenőrzés korlátozza Amerikában, és ők azáltal, hogy egy ilyen NFC-s megoldást összeraktak egy-két hónap alatt, ugye egyszerűen azt nézték, felállítottak két kaput, kimegy be a rendezvényre, és napra készen összeraktak egy alkalmazást, ami egyébként ott volt a tűzoltó parancsnoknak is az applikációjában, meg nyilván az összes telefonján és az összes ellenőrzést a jogosult személynek ezt oda tudták biztosítani, percre készen mutatta, hogy éppen hány ember tartózkodik
benne az arénában. Na most ebből ők ebben megkapták azt az engedélyt, hogy nem a maximumra kellett tervezniük ilyen szempontból a létesítmény befogadó képességét, és akkor ebben egy ilyen 20%-os tartalék volt beépítve, hanem azokat a jegyeket is eladhatták, tehát viszont egyszerűen megtérült a dolog, 20%-kal több jegyet adhattak el, nagyobb volt a bevételük és lényegesen megnőtt a profit. Itt ugye volt egy ötlet, gyorsan piacra kellett vinni és hozni rá egy megoldást. És akkor vannak ugye az igazán nagy lépték, mondjuk a Holland Postát vezetni, ugye Mendix holland cégként a Hollandjában rengeteg ilyen low-code megoldás van nálunk, azért előrébb járnak ők ebbe. Itt pedig egy klasszikus, a klasszikus üzleti tevékenységet támogató nagyszabású 100 mikroszervizes architektúr, 100 mikroszervizből felépülő core rendszer projektbe vetették be a Mendixet, és kezdték hozzá a funkcionalitásokat ilyen applikációkon keresztül megvalósítani. Hát ez már, én nem gondolom, hogy feltétlenül ez lenne az az út, ahol el kéne mondjuk Magyarországon nálunk kezdeni ezt a működést, de van amerikai, van holland, és jó pár olyan példa van, ahol én igazán nagyszabású rendszereket is összeraktak Mendixbe. De hát majd kíváncsian várom, hogy ti hol és mire használjátok a low-code-ot már, aki ezzel foglalkozik, és szívesen mi is beszélgetünk veletek majd a mi tapasztalatainkról. Én úgy emlékszem, hogy igen, ennyit szántam már egy bevezetőnek, és akkor bízva abban, hogy kevesebb gyullog a képernyő, és látni fogjátok, akkor Bálint ugye most össze fog rakni nektek ugye a nulláról egy mobil alkalmazást, vagy egy alkalmazást low-code-ban. Köszönöm én is mindenkit. Általában egy kicsit halkabban beszélek, mint az Zoli, és nincs hangosítás, úgyhogy szóljatok nyugodtan, ha nem hallottok. Szóval nézzük meg akkor mindezt, hogy néz ki a gyakorlaton. Ugye viszonylag sok demo videó kering a neten, ilyen-olyan tech-site-okon. Azok általában egy ilyen nagyon szépen összerakott alkalmazásban gondosan megállítanak egy új feature-nek, amit aztán 3 perc alatt ugye beleraknak az alkalmazásba, és akkor ezt mutogatják, hogy ez mennyire szép és jó. Ugye ez nagyon marketinges megközelítés, ezért találtuk ki azt, hogy oké, akkor mi csináljunk egyet nulláról. Tehát abszolút nem jutunk semmi. Próbáljuk meg összerakni egy alkalmazást, és nézzük meg, hogy meddig lehet ezzel eljutni. Az alkalmazás az úgy fog nagyjából kinézni, hogy egy ilyen nagyon alapfunkciókat megvalósító projekt követő alkalmazásról van igazából szó. Ezt fel lehet venni projekteket, ilyen maintenance területen. Ezekre a projektekre lehet időket írni, és ugye felhasználó kezelést is gyakorlatilag ekkor építjük, és a végén lesz egy ilyen kis dashboard felület, ahol ugye az adott projektnek a tervhez képesti tény állása az úgy néz ki, tehát hogy égetjük el a resource-okat. Tehát nagyjából erről szól az alkalmazás, és akkor esik is neki. De mielőtt még bele... De mielőtt még belekezdenénk, ugye Zoli pár szóban már mesélt az architektúráról. Itt egy nagyon egyszerűsített magas szintű ábra. Arról, hogy ugye a Mendix alkalmazások hogy néznek ki. Ugye alsó szinten van egy adathozzáférési réteg, illetve integrációs réteg, ahol meg érkezik. Van egy középső runtime, ez a szerver alkalmazás gyakorlatilag. Itt van egy adathozzáférési réteg és az üzleti logikai réteg. A legfelsőbb szinten pedig ugye UI-t találjuk, ami lehet webes, egyszerűen CSS használattal, illetve lehet a mobilra is majd fejleszteni. Jó, tehát magas szinten így néz ki egy Mendix alkalmazásnak a felépítése. Nem tudom, mennyire látszik. De egy kicsit részletesebb ábra arról, hogy milyen komponensekből áll például a Mendix Runtime, ugye az engine, ami adott egy ilyen alkalmazást. Nem fogok végigmenni rajtuk. A lényeg az, hogy projekt modellezése, illetve az egész alkalmazásnak a modellezése az ebben a szegmensben zajlik. Tehát ha minden jól megy, akkor a mai nap nem igazán fogunk egy sor kódot se látni. Tehát csak modellépítés, hogy valami is ebben felépítve az alkalmazás. Minden Mendix alkalmazás az csatlakozik ugye egy portálhoz igazából, tehát a Mendix mint platform az ugye nem csak egy engine-t ad nekünk, egy eszközt, amit az alkalmazásokat össze tudjuk rakni, hanem ad egy portált is, ahol az összes alkalmazásunk megjelenik, és
ennél tovább, mert még minden egyes alkalmazáshoz hozzá tudjuk rendelni saját csapatunkat, össze tudjuk állítani, ugye, kinek milyen szerepkörre, jogosultsága van az adott projekten, ad egy kis egyszerű felületet, mondjuk egy Magic-át képzeljünk el, egy Zagis módszert támogatva egy Zagis módszert, inkább a Scrum-ot azt mondom, Scrum-ot támogatva egy kis funkció csomagot, amivel ugye van egy backlogunk, egy Task Manager-nél, van egy dashboardunk, taskboardunk, üzletőikat tudunk felvenni, tehát ezt a folyamatot is megtámogatja, nem csak magát a programást. Akkor álljunk is neki. Ez a portál, amire bejelentkeztem. Mennyik szint dolgozik templétekből, de most azt mondjuk, teljesen nulláról állunk neki, tehát egy olyan kapunk, amit csináljuk. Szóval el kell nevezni valahogy, hogy nem mondjuk. Készítjük az appot. Hát a háttérben, ami történik, az gyakorlatilag felépül egy forráskód, tehát egy verziókezelő rendszer, egy field. Tehát a CI/CD pipeline gyakorlatilag megkapjuk azt a collaboration space-t, amiről beszéltem, tehát a most folyamatban támogatására. És a végén kapunk egy ilyen oldalt a kis alkalmazásunkhoz, amit itt látható több szekció, tehát ez a collaborate része szól igazából a csapatról. A csapat összeállítás, most mind vagyok az egyetlen csapattal, egy Scrum Master-ben default. Lehet sztorikat felvenni, de lehet vegyük fel egy sztorit. Mondjuk, amilyen nincs jó köztünk. Teljesen mindegy. Tudunk hozzá egy sztori pontot, ezzel a esésen is tettük. És ezzel rögtön be is került az interaktív sprintünkbe. Ez a sztori. Tehát lehet a backlogot építeni, tehát a product ownernek a munkáját gyakorlatilag el lehet látni, mint erről a felületről. A develop alatt két szekciónk van, a dokumentációt is fel lehet ide tölteni. A develop vissza két szekciónk van. Az említett két editort lehet innen leírni. A Mendig Studio, ez volt ugye a webes felület, amit az olyan mutatott a screenshot, illetve a Studio Pro. Ez egy letölthető alkalmazás, tehát ez igazából az ide, amit ma használni fogunk. Mindjárt meg is fogadjuk mi ezzel az alkalmazás, gyorsan megvédjük, hogy mindjárt találunk mind ezen a portálon. A Team Server gyakorlatilag a forráskód kezelőnek a historia, tehát azt látjuk itt, hogy éppen mi történt. Ugye történt egy inicializáció, meg a tenkültet importáltal is kész, tehát gyakorlatilag ennyi, ami per pillanat a historiában van. A planning alatt tudjuk a sprintet követni, igazából tehát egy három állapotú taskboardunk van, nagyon alap, majd egy Gantt chartunk, Scrum Master fontos lehet, és ugye release planeket is betöltődik lehet elmutatni. Ezt most nem nagyon fogjuk használni, elkezdjük az alkalmazást implementálni, a taskot is állítottam rá neki, no? Environments alatt találjuk a deployment-hez egy csatlakozó vagy kapcsolódó dolgokat. Ez most per pillanat ugye egy, a Mendix-nek az ingyenes verzióján futó demo lesz, tehát ennek a funkcionalitása most ebben a formában korlátozott, de itt lényegében a deployment-tel, alkalmazásindítással, az alkalmazáshoz tartozó erőforrásokkal, stb. Kapcsolatos skálázhatósággal kapcsolatú dolgokat látnak. Ha mobil alkalmazást akarunk készíteni, azt innen tudjuk megtenni szintén, például ugye Android és iOS platform támogatott, tehát mindenki tudjuk a megyő forrásból kész appokat fordítani. Az operate alatt ugye az üzemeltetésre kapcsolatos dolgokat találjuk. Ez most éppen egy minta, csak egy kép, de itt mindenféle memória, diszkió, CPU, stb. Dolgokat, használhatóság dolgokat lehet látni. Lehet mindenféle alapokat definiálni, tehát ami az üzemeltető számára fontos, hogy a spiritus szinteket eléri az alkalmazásnak, minden is előforrás használható, akkor ilyen értesítést lehet küldeni. A logoknak a gyűjteménye, azért nem beszélek túl, illetve a backup, ez pedig a mentés, illetve visszaállításnak a fő
Hát akkor nyissuk meg ezt az alkalmazást a stúdióba. Csatlakozik a Team Serverhez, ugye a már létrejött kódot, illetve az adott áttételt, amit kiválasztottunk, hogy az Atlantic alkalmazáson letölti, ha minden jól megy. Alkalmazások egy moduláris felépítésűek. Moduláris felépítésűek, itt oda látjuk a Project Explorer-ben a modulokat, illetve az építőelemeknek a listáját, illetve összefüggéseit. Per pillanat egy modulunk van, egy projektünk van, illetve egy modulunk. Most Minecraft modulunk a neve. Pedig az építőelemeket látjuk, amit a Netflix használ. Jó sokan belül néhány fogunk használni, mai napon néhányat nem. Mert a UI elemeknek egy csoportja, gyakorlatilag csoportosítása, hogy a felhasználható termékei, ezek az építőlemek, ezekből is egy-két tudnak fogunk használni, és akkor ugyanis lesz egy különösségés, és úgy használható. Tehát ugye van egy homepage-ünk, egy template oldalunk, nincs az a semmi. Az alkalmazásnak a lokális juttatását azt mondjuk elérjük. Elérjük, most azt mondom, hogy elmondani. Akkor ugye lebételi a háttérben a forráskódot, lejegyzik ki a szervert, a konzolbarát is fogjuk, hogy nektek. És ha, csak itt a view-val, akkor a törvénk, hogy egyébként készítettünk a alkalmazást, ennyi a pertinatot, amit kaptunk. Van egy sidebarok, ez egy homepage-ünk rajta, Google-val, ez még így önmagában nem sok. Zoli már említette, hogy a Magix igény szerinti ugye a jogosultságkezelésnek a beállítatásai, azt ugye meg tudjuk tenni a projekt security alatt, most pedig a ki van kapcsolva, és ha ezt utólag szeretnénk beállítani, akkor azért elég izzasztó tud lenni, mert túl van jó a struktúr, azt javasolják mindenhol, hogy állítsuk már a legelején production-ben minden ezt tudjuk tenni, úgyhogy ezt be is állítanak a production-re. Csak ugye aludról kell építkezni alapvetően az alkalmazást, mert először az adatmodellt fogjuk létrehozni. Adatmodellhez kapcsolódó műzleti logika egyébként, és ugye a kisidei UI-jával, amit kapcsolódik. A modellt, a mi modulunkban létre tudjuk hozni, egy simán titáslánció diagram igazából, amit csinálni kell. Kiállunk egy kicsit, ez így van a projektnek, felveszünk bele néhány attribútumot, legyen ez egy neve, egy stream. Felvettem már egy attribútumot, egy nép, ha nem látszik, akkor mondom, hogy mi történik. Van mondjuk a projektnek egy kezdetes, kiválasztottam most egy dátumot, dátumtípust. Mint egy dátumtípus, akkor meddig tart a projekt. Ezt mondjuk egy kapacitással, amit ugye az elején megbecsültek, hogy nagyjából egyik fog tartani. Köszönöm, hogy most választottam. Tehát, hogy mennyit égetünk már.
akarunk időt definiálni. Csinálunk egy olyat is, hogy most hármét. Ennek még csak ezt a dátuma. Kitejtettem azt, hogy és lesz a kiért. Ugye semmi megy. Kapcsolatokat létre kell hozni köztük, tehát ugye egy projektre több bukolás lehet, egyszerre fogok csinálni ezt a kettőt. Ezzel ugye már is egyértelmű kapcsolatok van. A projekt felől, csináljuk a modellt. Amire még szükség van, ugye az ezt elhasználunk. És ez, nem indítsz abból, ad nekünk segítséget. A felhasználó kezelése pedig jól megvan benne. Már, tehát van egy ilyen administration módulunk, ami minden alkalmat lehető benne van. Ezzel van egy account, entitások már, tehát igazából a felhasználtak a tárolási helye. Nyilván nem lehet számban, de nem lesz a szükségünk. Úgyhogy igazából amit csinálni kell, az, hogy a bookingot összekötjük ennek a community-nek, hogy ki akkor ezt a ezt össze is kötjük. Mivel ez egy másik modulban van, ezért ezt így jelzi a modeller, de a modulok közötti kapcsolatok is működnek ki, nem viszik teljesen jól. Bármelyik modulban van. Jó, akkor a kapcsolatokban kell még ugye a kaszkádokat beállítanunk, tehát mondjuk ha egy projektet törölnek, akkor hozzá egy katalógusokon is mehetnek. Illetve ha egy accountot törölnek, akkor szintén tartozó bookingunk fontosak nekünk, ebben a helyzetben. Innentől kezdve a kaszkád törlések is működnek. Jó, amit még tennünk kell, ugye mondtam a security-t, még egy utóbbi rólják vannak, most már egy adminisztrátor is egy user, az adminisztrátor mint manager akarom hívni, mert igazából az user lesz az, amit majd az adminisztrátorra szeretnék kötni. Ezt most egy átfeleztem, de lehet, hogy szeretném. Ez a projekthez tartozó security. A modul szinten is van security, ugye alaphelyzetből csak egy user kapunk, de még ide is felveszek egy manager. És össze kell kötnünk a kettőt. Tehát a modul önmagában tartalmazza nem csak az alapmodellt, hanem a saját scope-ján belül security beállításokat is, amit a projektjével össze lehet kötni. Tehát a projektjével lévő manager szereplőhöz hozzá fogom adni, nem a üzlet, hanem a modulomban levő menedzser szereplő. A következő lépés, amit még meg kell tennünk, az az, hogy az adat hozzáféréseket korlátozzuk. Ezt pedig meg tudjuk tenni entitásonként. Ez azt jelenti, hogy a projektekhez például én csak a menedzser szeretném engedélyek hozzáférjen, tehát a menedzser rólhoz. Mondok, hogy tud csinálni objektumot, tehát tud csinálni projektet, tudni törölni is őket, és hát neki rájt, tehát összes menedzserre mindegyikben megvan. Ezzel a menedzserünk készített user, ő még ne lássa semmit az egészből, illetve hát egy read-jogot adni, hogy csak olvashatja a Én az olyan, hogy ez kell ilyen teljesen nyilvászatotlan lenni, mert annyira gyorsan legobb, és nem tudunk rájönni, hogy mi lehet itt a gond. Vagy így azon kezdtünk el beszélgetni, hogy esetleg működhet egy olyan megoldás, hogy felveszik videóra, és akkor elküldjük, és most inkább akkor beszélgessetek azokra a dolgokról, vagy akár így együtt, amiről tudtam, mert hogy ez tényleg az a baj, hogy igen, tehát hogy is sem. Mi akartalak titeket kérdezni, hogy nektek mi lenne a megfelelő? Tehát egyrészt meg tudjuk ismételni a rendezvény máshol, vagy más környezetben, vagy olyan környezetben, ahol mondjuk biztosan működik a ebben milyen színen szívesen jövünk újra, illetve azt is meg tudjuk tenni, hogy felvesszük az egészet, és elküldjük az összes részt, vagy e-mail címére ezt az egy órás videót, hogy készül el a alkalmazás. Hogyha egy ilyen gyors körkérdés kézzel jeleznétek, hogy ki kérne videót, azt mondja, elküldhetjük. Ki jönne még egyszer egy másik helyszínre, és inkább személyesen nézné meg. Na, okay, akkor ez így el is
is, Zsolt, én azt javaslom, hogy egyébként akkor mi nagyon szívesen bárkinek, ha akit ez érdekel, ha bejön hozzánk a Black Belt-be, akkor szívesen mesélünk róla. Ugye mi azt gondoljuk, hogy itt tök érdekes dolog, és érdemes lenne, hogyha nem csak ott be akart mutatni a terméket, hanem a tapasztalataikról szívesen beszéltünk volna. Aki esetleg lopkodozott, és erről szívesen beszélne, itt vagyunk. Én nagyon sajnálom, nem erre készültünk, szerettünk volna egy szép, izgalmas előadást adni nektek, és sajnálom, hogy a körülmények így ellenünk voltak, hogy elnézéseteket kérem. Igen, én is nagyon sajnálom, mert erre így nem készültük és nem számítottunk. Viszont én mindenképpen azt javaslom, hogyha már itt vagytok, akkor tényleg maradjatok és beszélgessetek egy kicsit így ezekről a tapasztalatokról, és akkor ebben a formában meg akkor valahogy videóra vesszük ezt, és ezt el tudjuk nektek küldeni, és akkor utólag meg tudjátok nézni. Csak ennek meg így nem látom értelmét, hogy tényleg nagyon rossz, ugye neked is úgy folyamatosan nem látszik, és akkor ti se látjátok, hogy éppen akkor mi történik. Ilyen még nem volt sajnos, de... Kevesebbet kellene. Igen, tehát hogy így azért nagyon nehéz. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy akkor ugorjuk át arra a részre, hogy habár ugye lehet, hogy lennének most ezzel kapcsolatban még kérdések, de ami így bennetek van, vagy ami így az ideig felmerült, vagy akár így tapasztalatokról, szerintem bárkor. A projektor működésére nem mindig kérdezni. Akkor javaslom, hát akkor bárkinek kérdése, mondjátok, itt vagyunk, illetve utána is szívesen maradunk, itt szedőszi beszélni. Ez a tervező felület, hogyha jól láttam, akkor tulajdonképpen az UML-nek felelt meg, az UML klasszoknak tervezésének felelt meg, ez ahol a projektet, meg a bookingot, ezeket beállítottak. Igen, ez csak az adatbázis, tehát egy identitási gyakorlatilag, amit itt beállítottunk. Igen. Gyakorlatilag milyen más ilyen jellegű szabványok vannak még implementálva a Mendix-be? Tehát akkor ugye ez az UML, nem az UML, hanem az adatbázis tervezési rész tulajdonképpen köz egybe. Nem tudom, folyamatárvát, vagy egyéb milyen jellegű tervezési lehetőségek vannak. Igen, és csak megmutatom. Hát ez például a Microflow felülete. Egy gyakorlatilag az üzleti logikai részeknek a leírása. Hát itt is különböző action-jeink vannak, mint a vízoltás, mennyi a látszik itt oldalt. Itt vannak benne azok a funkciók, amik adatbázisba olvasunk fel, amit megváltoztatjuk az objektumot, komitolunk, bekerünk. Tehát ezek a funkciók, amit ugye csúcsorban írnánk le. Tehát gondolom, rendelkezik egy nagyon széles beépített különböző műveleti készlettel. Hogy gyakorlatilag a mindennapi dolgok valami szembe jöhet, abból 100%-ra gondoltok, a speciális dolgokra nyilván nem gondolhattak 100%-ban. Amennyiben valamilyen különleges dolgot kell definiálni, azt milyen szinten kell definiálni, tehát SQL kóddal kell beírni hátra, és akkor az kivezeti egy ilyen plusz műveletbe, teszem fel, vagy valamilyen más köztes adatbázis réteget. Több módon lehet. A leggyakoribb az ugye az, hogy itt van egy ilyen, hogy Java Action Code, mint a vizsgálatási módja, akkor látszik is. Hát a lényeg az, hogy van a dobozok között egy ilyen, hogy Java Action Code. Ez gyakorlatilag elkészít nekünk egy üres class benne egy funkcióval, amit fel lehet valamitezni. De ez egy hook gyakorlatilag, amire a folyamatban ugye meghívódik ez valamikor. És abból viszont olyan implementációt rakunk, amit akarunk. Hát ilyen módon lehet úgy gondolni a funkcionalitását ennek a dolgok kiterjeszteni. Értem. Tulajdonképpen az egész software domain az hogy van alapból kitalálva, hogy inkább az ember több microservice-ből próbáljon valamit összeépíteni, vagy pedig egy nagyobb workflow-t azt önmagában akarjon megvalósítani. Nem tudom, értettük a kérdés, hogy mondjam ki jobban, hogy miért gondoltam. Értem. Hát ugye monolitot lehet ebben is építeni, a mindenféle veszélyvel együtt. Meg lehet microservice-t is építeni belőle, hiszen az integrációban nem beszéltem még, de ugye a reszervizt is nagyon könnyű benne csinálni. Hát az ilyenfajta integráció, illetve alkalmazásoknak az egymás közötti adatcseréjét, a kommunikációja az megoldott. Tehát azt tudom mondani, hogy mind a kettőt el lehet benne érni. Alapvetően ugye most a világ ugye a Microservice irányába fog elmenni, és abba is mensz. Teljesen. Tehát igazából alkalmas arra, hogy sok alkalmazás kommunikáljon egymással is. Az teljesen jó, csak nem mindenütt alkalmazható.
felejtsd, amit kérdezni akartál, jó? Csak egy másik kérdés is. Jó, bocsi, nem figyeltem át a rendőrzést. Azt akartam kérdezni, hogy nekem nem volt a végén teljesen egyértelmű még a zenélet útfogalmához, hogy amit én látok, az inkább a célközönség az, hogy olyan emberek, akik amúgy is tudnak kódolni, ők tudják a rutin műveleteket gyorsabban elvégezni, vagy a cél inkább az, hogy olyan emberek, akik nem tudnak kódolni, azoknak is megvédik a lehetőségét, hogy ők kódoljanak. Hogy nem kódoljanak, de ők teremtsék az alkalmazást, hogy melyik inkább, vagy mindenket, vagy egyik sem. Bocsánat, még mielőtt felépfogyom a szót, egy kicsit ott forog. Nekem is ilyen merült fel bennem, hogy ez olyan, mintha megosztaná a fejlesztői közösséget. Tehát egyrészt ilyen core kódolókra, akik leülnek és tudják, mit csinálnak, és másrészt meg olyanokra, akik nem akarok rosszul mutató lenni, azért sokat hallottunk, de sokat hallottunk olyan, hogy bölcsészből lett programozó. Igen, értem, és igen, tehát ez valószínűleg elindít, ha ez a dolog sikeres lesz, már pedig valószínűleg az lesz. Ez elindítja olyan irányba a dolgokat, hogy a fejlesztői szerepkör az megpróbáltuk. Szerintem az agilis is elindított, az agilis módszereknek a követése is elindított egyfajta változást a fejlesztői közösségben. Tehát nem csak a kimondottan, régen ugye úgy csukolták, hogy esik sikorú kódoló, aki csak a kódban lehet és semmi másban. Ugye az agilis ez egy kicsit kinyílt. Ezzel is át fog alakulni szerintem, tehát el kell indulni mindenkinek abba az irányba, aki ezzel foglalkozni szeretne, hogy inkább a bizniszekkel kell foglalkozni, és ahogy mondtad, az ilyen unalmas, illetve gyorsan megcsinálható dolgokat, azokat leveszi a fejlesztő válláról, hogy tudjon másra figyelni. Viszont ugye az attrakciós szint növelésével, mert gyakorlatilag arról beszélünk, attrakciós szint növelésével ugye az eszköznek a kifejező képessége, rugalmassága egy kicsit csökken. Tehát ez az azt jelenti, hogy ha ugyanazt a funkciót, rugalmasságot el akarjuk kérni, több eszközre, több widgetre van szüksége, amikből építkezhetünk. Tehát a fejlesztők valószínűleg egy ilyen környezetben eltolódnak majd abban az irányba, hogy igen, akkor kell egy olyan funkció, hogy és akkor azt valakinek le kell kódolni, legalább egyszer, még az ő felhasználható nem lesz. Vagy mondjuk a UI oldalon ugyanaz a dolog, hogy én akarok, hogy nem tudom, olyan gombot, ami így forog, meg úgy pörög, meg piros lesz, meg zöld lesz, meg lila lesz, amikor húzom rajta az égére. Ezt valakinek meg kell csinálni, mert ilyen nincsen benne. De a felhasználó igény ez. Ugye akkor a hagyományos fejlesztés, illetve ez a low-code történet, ez tud együtt élni, tud együtt működni. Tehát nem fognak eltűnni a fejlesztők, csak a munkájuk szerintem egy kicsit át fognak. Bocsánat, itt közben erre mutattam előbb, de vissza fogok térni. Igen, mi ugye az első stratégiát követjük, tehát mi egyébként saját magunkban teszteljük ezt leginkább, és ugye különböző olyan applikációkat fejlesztünk, ami a mindennapi munkánk is nagyon gyorsan kell, és pont az, ami, hogy mondjuk volt egy úti költségelszámolás, a HR-nek volt egy ilyen HR barométer alkalmazás, amik eddig mindig leestek az asztalra. Most ugye, mivel ezt meg tudjuk tényleg így egy-két hét alatt csinálni, ezeket így szikkázzuk föl, ez ugye viszonylag nagy élmény a nem informatikus közösségnek a legbezde, tehát a HR osztálynak, vagy a pénzügynek, vagy ilyesminek, és ezek gyorsan el tudnak készülni, tehát inkább az, amit a Zürich-es példa mutatott, mi abban hiszünk, tehát hogy nem kell igazán nagy applikációkra, nagy alkalmazásokra gondolkodni először, hanem azokat a gyorsan felmerülő igényeket kielégíteni, amire lehet, hogy eddig szóba se kerültek. Azt látjuk egyébként, hogy amikor ilyen más vendégfejlesztőkkel egyeztetünk, vagy beszélünk, hogy meg a nyilván olyan ügyfelekkel, hogy a Magyarországon a Mendix új, tehát nincsenek még Mendix-es referenciák, ez ugye azt gondolom, hogy egyébként tudnátok róla. Úgyhogy ezekben a nemzetközi fejlesztésekben is azt látjuk, hogy azok általában, akkor érdemes ezt használni, egyébként úgyis van a licencelés is kitalálva, hogyha sok alkalmazás sűrűn készítesz el benne, és egyfajta ilyen platformként használod. Az ingyenes licencel ilyen nagyon jól meg lehet tanulni egy applikáción, és megnézni, hogy a low-code-nak megvan-e a létjogosultsága nálatok, a ti cégeteknél, és akkor utána ez bejön, akkor azt mindig mérlegelni, hogy egy applikációval szerintem nem érdemes egy ilyen technológiát megtanulni, hanem a 10-20 applikációval tudtok gondolkodni. És amit az elején mondtam, mi abban azt gondoljuk, hogy nem a core rendszer újrafejlesztésére kell ezt az eszközt használni, hanem mi abban hiszünk, hogy ezek az gyors ügyfél alkalmazások, gyors alkalmazások a munkatársaik részére, ezek azok, amikben megvan a helye.
ügyet, mennyire generál optimális flow-ot? Most ez mindenkinek, tudom, nagyon szenvedős, hogy úristen, az elején ne optimalizáljunk, hanem majd amikor már megvan az üzleti, amikor az minden jól működik, akkor kioptimalizáljuk. Szóval sajnos gyakori az, hogy üzleti logika megvan, utána mindenki jó kész, de most már sürgősen ezt kell megcsinálni, utána egy nagy halom kapi van egymásra hányva, és így soha nem idő arra, hogy aztán a végén mindent lapátoljuk, hogy ténylegesen jól működjön. Úgyhogy a kérdés az, hogy minden generál automális kódot, hogy ebből aztán később lehessen nagyon sok a szerverhez úgy legenerálni, hogy legyen például memória szivárgás, a lezabályozott bázis, és később. Jó, tehát nagyon kevés kódot generál egyébként, mert azt az elvet követi, hogy a modell futtatja igazából. Tehát tele van szervizel a kód rendszer, hogy az elején mutattam azt a kis architektúrát, ami volt egy csomó kód. Tehát azokból építik fel igazából azt a logikát, amire szükség van, tehát azokban hív ki, és azok azért elég jól meg vannak írva, azok a dolgok. És tényleg, most ha kipegolnánk, akkor azt látnánk, hogy itt ebben a folyamatában egy dobozra ugrálna a dolog, és ha megnéznénk mögötte a generált forráskódot, nem találnánk. Van egy runtime mögötte, amivel ezek a kis egységek, kis szervizek futnak, és ezekbe hív ki állandóan. Tehát igazából túl sok befolyásunk erre a generált kód minőségére nincs. De kérdezések hogyan működnek? Lekérdezések hogyan működnek? Tehát azért gondolom, táblákat különösebben nem tudja optimalizálni, mert nem tudja, hogy milyen adat milyen típus. Igen, nem tudja optimalizálni azokat, tehát a lekérdezések azok SQL lekérdezések. Egyébként tehát relációs adatban is van mögötte. Amik úgynevezett X-pásszal lehet navigálni az adatod ellen. Tehát igazából a kapcsolatok mentén tudunk egyikről a másikra ugrálni, és ezen leírók, gyakorlatilag ezzel leírókból generálja a végén kezdes követelik, amit le akar futtatni. De például, amit le lehet futtatni. De például olyan optimalizálása, egyébként a demóban lett volna példa, ilyen optimalizálásokat építettek bele, hogy tehát lekérek egy entitást, ami mondjuk egy lista lesz nekem, és ezen a listán utána végrehajtok egy műveletet, mondjuk összeszummázom valamelyik attribútumát minden lista elemnek, és akkor a végén ezt elteszem egy változóba, elmegyek egy másik objektumba, csinálok el, amit akarok. De ha az a listához az adott mikrofon, tehát a folyamaton belül nem nyílott többször, akkor ezt a két elemet nekem kioptimalizálja az engine egy olyan query-vé, ami az adatbázissal csináltatja meg ezt a szummázást. Tehát nem hozza fel a lista elemeket, és aztán hagyja végre egyesével, lépked végig az elemeken is adja össze, hanem az adatbázissal megcsináltatja. Ha hozzányúlok a lista elemhez valami más részét, másik dolgát, másik attribútumát is felhasználok, onnantól kezdve ugye már fel kell olvasnom a listelemet, onnantól kezdve már nem a régi ide, akkor ezt megcsináltak. Ezt lehet erőszakoltak mivel, de ilyenekre azért odafigyeltek. Indexelés szintén a modellen be lehet állítani, tehát a táblákra indexeknek az előállítását. De attól függetlenül a query-knek a generálása az attól is függ, hogy milyen ritmeket, tehát milyen adatbázisból történő felolvasásokat akarok én a folyamat mentén elvégezni. Volt egy kérdés, igen, ugye? Meg van még? Nekem volt, hogyha végeztél az egész projektet, és valakinek oda akarod adni, akkor mit adsz oda? Tehát, hogy mit generálhatod az egészből? Itt van egy Mendix projekt állomány, gyakorlatilag ez egy leíró, és ott is szintén benne van a forráskód is. Tehát a... Oké, tehát van egy projekt leíró, benne vannak a widgetek, amikor a projekt ugye felépül. Ha használunk hozzá bármilyen third party könyvtár, ez lehet akár néhány az egyébként, amit a logikára használunk, akkor azokat felkölti. A webes, a CSS, JavaScript, a többi fájlokat, ugye, amit a webnézethez, a képek, amiket feltöltünk, tehát a resource nézethez, illetve a resource-ok közé, és hát az a minimális generáciával fog gyakorlatilag, ami ezekből előbb áll. Hát ezt tudod adni valakinek, ebből ezt fogja látni,
de mennyik szerint külön fogja tudni vele csinálni semmit. Hát akkor ez minden esetben egy vedes alkalmazás lesz? Igen, vastagkörös alkalmazás nem tud vele csinálni, egy vedes alkalmazás lesz. Viszont csak backend fejlesztésre is alkalmas egyébként, mert egy-egy ilyen folyamat, tehát a Microflow-nak a végén nem feltétlenül kell ezt rögtön UI-ra küldeni. Tehát mondhatom azt, hogy a Microflow-nak a végeredménye igazából egy REST service. És akkor onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy milyen UI-t teszünk fölé. Lehet azt teljesen másba is érintek mindegy. Most nem tudtam megmutatni, de ezt is gyakorlatilag pár dolgok mások irányban már nem jönnek. És ezek tudnak így működni. Milyen a teljesítményem, mint egy native alkalmazáshoz képest? A mobilra gondolsz? Vagy igen. Mobilra? Támogatja egyébként azt is, tehát a teljesítménye, mobil teljesítménye az ugye úgy néz ki, hogy ha hibrid alkalmazást csinálunk, ugye az egy nem tudom, az Apache Cordova az mennyire ismert, tudom, hallottátok már. Tehát ott gyakorlatilag egy böngészőben van becsomagolva az alkalmazást, és igazából bement fut. A Cordova csomagol hozzá néhány olyan dolgot, amire elérjük a mobil eszköznek a fényképező bintétületet, tehát ezeket a szolgáltatásokat. Ennek a teljesítménye nyilván sokkal rosszabb, mintha egy teljes natív alkalmazást csinálnánk. A natív alkalmazás, mobil alkalmazás fejlesztési lehetőségét azt egyébként nem létoztak ki, amennyiszt, ez még náluk is egy újdonsági gyalogkódban, amire React natívot használnak egyébként. Ez azt jelenti, hogy a már megjelent komponensekről lehet menni frissiteket csinálni. Hát ilyen formában az viszonylag gyorsan elég széles körű komponens projektát tudnak csinálni. És ebből ugye natív kód fordult el. Már jó eszem, ugye megtörténik a kompilés, a másik platformon megjelván fordult az alkalmazás. Ennek a teljesítménye natív, tehát onnantól kezdve jó. Engem az a része érdekel, hogy magának a low-code-low-code-nak az elválasztása szeretnék inkább kérdezni, hogy ha jól értem, akkor inkább úgy néz ki az egész, hogy van egy kódoló, aki azért érti a Mendix-et is, és hogy ő képes valamilyen dolgot generálni, amit majd egy nem kódoló is újra tud használni. És amit szeretnék kérdezni, nagyjából egy átlagos projekten, mondjuk egy 4-6 hónapos projekten, a munkamegosztás az mennyire átlagos, hogy 50% a kódoló, 50% a nem kódoló, illetve csak egy kicsi konkrétabb példát adjak, hogy ha mondjuk van egy komplexebb feladat, mondjuk azt mondod, hogy a biztosítókkal dolgozhatok, mondjuk egy biztosítónak az árazásának a generálása, az egy relatív komplex dolog, hogy arra van neki beépített valamilyen megoldás, vagy konkrétan, hogy azt valakinek egyszer le kell tűnni és le kell kódolni. Ezt le kell kódolni. Tehát ez egy olyan komplex megoldás, amiből nem adtak közre igazából olyan widgetet, komponens, modult, nevezünk bárminek igazából itt a Mendix-en belül, ami ezt megcsinálja. Hát ezt valakinek egyszer le kell akkor kódolni, ha tudja felhasználható módon csinálja meg, és ezt közkincsé teszi, akkor azt felhasználható lesz később a Mendix-ben. Ez projektje válogatja, tehát ez a feedgap arány, ez elég fontos. Az elején azért fel kell mérni, hogy itt a Mendix-nek van-e helye, vagy bármilyen low-code megoldásnak van-e helye, vagy nincs helye. Egyáltalán, hogy megéri, vagy nem éri meg. Tehát ez, ha olyan képességre szeretnénk ezt a projektet gyakorlatilag felépíteni, amit a Mendix alapból nem tud biztosítani, akkor ugye a hagyományos szoftverfejlesztés irányába tolódik el mind erőforrás felhasználásban, mind funkcionalitásban a mérleg nyelve. Ha illik a Mendix filozófiájára, illetve a komponens készletére a funkcióira, a projekt, akkor lehet egy ilyet használni, kiegészítve azzal a néhány apossággal, amit esetleg meg kell fejleszteni egyébként egy életkörben. Volt egy kérdésed még így a no-code-ról az elején. Én arra meg azt válaszolnám, hogy mi tapasztalataink szerint azért ez egy jóval hosszabb út. Tehát mi azt gondol, mi még azt látjuk, hogy a mi projektjénkben ez így fel sem merül valós alternatívaként még az elején. Tehát én azt látom, hogy ahol akkor tudnánk ezt a no-code-ot bevetni, ugye, ahogy a Mendix megálmodja, ha már van annál a cégnél egyfajta ilyen
ismertsége, kultúrája a technológiának, tehát ezt is ki kell választani ugye ezt a technológiát, mert akkor ezt aztán meg kell tanítani ugye az üzleti felhasználóknak, hogy mire ide eljutsz, előtte bizonyítanod kell, hogy ez a technológia megállja helyét, tehát már túl vagytok egy POC-n, már megvan az első 5-10 alkalmazás, hogy ők ugye egyáltalán erre energiát fektessenek, hogy megtanulnak egy modellező eszközt, és utána is azt gondolom, nekem az az érzésem, hogy ugye mi idáig még nem jutottunk előszintén megmondom, tehát ilyen szintig nem jutottunk még el, hogy, hogy valamelyik cégnél tömegesen képezzünk nem fejlesztőket ugye vendég használatra, és ugye én azt látom, hogy két út járható, vagy egy ilyen mock-up eszközé egyszerűsödik csak ennek a felhasználása, és akkor viszont legalább a képernyőkről ugye lehet beszélgetni, meg ugye össze lehet rakni, vagy pedig ugye van egy elég jó ilyen, kipróbáltam az alkalmazás feedbacket, adok ilyen tesztelés támogatási lehetőség a portában, amit most nem tudtunk megmutatni, tehát egyfajta ilyen pici változások kezelésére esetleg szóba jön. Én nem hiszem azt, hogy most az gyökeresen mondjuk a Magyarországon a következő egy-két évben itt tömegével lesznek no-coderek vagy ilyen citizen developerek, akik egyébként az alkalmazásnak mondjuk a 20-30%-át lefejlesztik. Én inkább, amit a Bálint mondott, az az izgalmas kérdés, hogy ugye hol van igazán mély kódolás, egy például, amit te mondtad, az egy tipikus olyan példa, ami a low-code-ban is kód, tehát nem lókod, ugye azt meg kell, össze kell rakni például ezt a szabálymotort, vagy össze kell rakni ezt az árazomotort, mi a legközelebb már föl lehet használni, mint, és át lehet adni mondjuk egy business developernek hívjuk, lókod developer, nem tudom melyik a jó szó, a lókod developer az is, aki egyébként fejleszti a lókod eszközt. Maradjunk a business developernél, annak át lehet adni az eszközt, ő pedig ugye a meglévő lókodos technikákat alkalmazza. Hát ugye ez attól is függ, hogy hányat kell iterálni. Tehát mi azt látjuk, hogy gyors, nagyon... Most egy ilyen biztos, hogy ez összességében mi olcsóbbnak láttuk, tehát azt amit ráköltöttünk összességében, de ez leginkább attól függ, hogy ez az üzlettel való értelmezés, ez jól zajlik el. Hogyha ott is 15, ami nem tudom, eddig a klasszikus kód, agilisnál ugye még 3-4 extra sprint, mert mindig vannak új igények, az itt is extra sprint lesz. Az a jó tapasztalatunk, hogy gyorsan meglátják, amit szeretnének, és akkor lerövidíthető ez egy egyeztetési kör. De azt nem tudjuk ígérni, hogy minden projektet olcsóbb lesz. Ami garantált, hogy sokkal gyorsabb lesz az ügyfél élmény, és sokkal gyorsabban ki lehet dobni a prototípus. Tehát arra több példánk van, hogy ugye két hét alatt már ott volt a felhasználónál, és hogy két hónap alatt összeállunk ez a funkciót, és szeretett volna. Nyilván elfogadva például a jutalmon lévő kompromisszumokat, vagy amit a rendszer kínál. Mik a határai? Milyen szempontból? Hát például a UX tervezési szempontból, vagy ilyen, hogyha több lépcsős folyamatot akar megvalósítani, akkor például jogosultságból kezele egy elemi jogosultságokat, hogy azt mondom, hogy kiosztom a jogosultságokat, de ezt az egy gombot csak az nyomhatja meg, akinek külön erre az egy gomba van adott jogosultsága. Igen. Hát, ahogy láttad az alapmodellnél, az még benne volt a vetítésben. Ott is ugye nem csak entitás szinten, hanem az entitásnak a mező szinten mondtam meg, hogy melyik szerepkör milyen módon férhet el hozzá. Ez ugyanúgy tovább lehet vinni Microflow szintre is, tehát az üzleti logikát sem mindenki hajthatja végre adott esetben, és ha tovább viszed a UI-ra, ott is mondhatod gomb szinten akár, hogy ezt nem látható. Mert így szinten így definiálni, tehát minden egyes UI elem ezt hozzá lehet rendelni, azt a jogosultságot, hogy ez nyomhatja, kiláthatja, mind is nyomhat. És hogyha a UI-ban táblázatban gondolkozunk, akkor hány oszlopos táblázatban lehet felvenni adatot? Mekkora kérdőféle. Mire gondolsz? Tehát egy például meg lehet-e azt oldani, hogy egymás mellett legyen, mint egy táblázatban 6 oszlop, amelyből úgy van, hogy egy oszlop megnevezés, egy mező megnevezés, mező megnevezés, mező, és akkor ez így. Egy képernyőre mondjuk 6 oszlopnyi adat fér fel ezzel a kiosztással. Értem, igen. Alapvetően ugye tehát az Atlas UI-nak a komponenseit használja, illetve a layoutot. Tehát a layoutra ugye az a Bootstrapnek a 12 kalomos megoldása van fent, tehát azt használja, és azokkal lehet variálni. Tehát aki a Bootstrapet ismeri, annak szerintem ez nem lesz idegen.
tehát ezekkel lehet a layoutot állítani. Igen, össze lehet rakni. A standard konfigurációkban egyébként a formokra nem javasoltak kettőnél többet. Tehát két oszlopos form van megállapítva. Lehet nagyobbat csinálni, persze, de akkor az mellett, hogy nem pop-up ablak lesz, hanem egy teljesen új page, és arra persze annyit lehet kirakni, amennyit akarunk. Ezt a layoutot tudja hozni. És ilyen szekciók abbontásnak képes, bocsi, és most az utolsó kert, hogy mint olyan, azt mondom, hogy egy adott felhasználó szekció, és akkor felhasználó adatai, és utána jön a következő, hogy mit akar felhasználni. Mosógépet venni, és mosógép adatai is, mondhatom. Igen, tehát vannak benne ilyen pécsek is, amelyik így van mondva. Ugyanúgy ott van ez a Master Detail View, ez is biztos ismerős sokaknak, akik fejlesztenek, tehát lista elemből kiválasztok valamit a részletei megjelennek mellette, akár most két oszlopos formával, vagy fent a lista és alatt a részletek, tehát ezeket a layoutokat lehet dinamikusan variálni. Vannak case komponensek, amik hirtelen, tehát rögtön bedobva a pécsre gyakorlatilag ott vannak és használhatók, csak ki kell tölteni a belsejüket. Kicsit több munkával meg össze lehet rakni sajátokat is. Az ui.magnix.com-on van egy ilyen kis galéria, amit végig scrollozol, vagy most a mobilon megnézitek, akkor látjátok ezeket a típusú ilyeneket, leginkább használni az ötleteket, az egy szerintem jó, egy első impulzus, a tök jó. Ilyen lesz szinten. Ha valami is, igen. Ilyen megrendelésünk, tehát hogy elmegyőzzük. Parancsolj. A Mendix az alkalmazás fejlesztése után is hasznomra válhat, gondolok itt ilyen DevOps-os dolgokra, mint Infrastructure as Code, Deployment, Monitoring. Igen, tehát a portálban vannak olyan funkciók, amik az alkalmazást tudják monitorozni, tehát egy csomó metrikát tudják nyerni ezekből az alkalmazásokból. A deployment, ott ugye egy gombos deployment van gyakorlatilag, tehát az hátul valahol mint egy build szervert lefuthatja a build-et, és a végén ugye kijön a lefordult alkalmazás, amit feltelepít a Mendix szalagot használjuk, akkor ugye valahol. A Mendix Cloud az gyakorlatilag úgy épül fel, hogy az Amazonnak az infrastruktúráját használja, viszont nem az AWS szervizek közül igazából csak az S3-ot. Tehát az Amazonnak a vasaira úgymond tesz egy Cloud Foundry-t, és abban dolgozik. Tehát ez a Mendixnek a Mendix Cloud úgymond, ők ezt így nevezték el, de több platform támogatott, sőt akár private, meg le lehet szedni, tehát on-site is. És most újabban ugye, tehát a Cloud Foundry volt az egyik világ, a Cloud világban a Kubernetes a másik. Elkezdték támogatni a Kubernetes-t is, de bármilyen egzotikus körülmény elképzelhető igazából egy kicsit több munkával, mert ott a DevOps részt azt igazából egyedi fejlesztésben kell megcsinálni, ugyanis bármelyik alkalmazás dockerizálható. Tehát le lehet csomagolni az egészet egy docker konténerbe, és onnantól igazából a DevOps-on múlik, hogy a szobára fel is, és mit csinál vele. A UI-nak a címe atlas.mendix.com, tehát hogyha végig szkolozzátok, akkor egy csomó elemet látunk. Következő kérdés. Hát kérem a mögötted lévő. Tesztelésre, kutatásra van-e egyáltalán szükség, illetve lehetőség? Mind a kettő igaz, tehát van szükség és lehetőség is. Tesztelésre úgy van lehetőség, illetve debugolásra úgy van lehetőség, hogy ugye a mikroflókat, amit mutattam, tehát ez az üzleti logikai, ezt a modellekből lehet debugolni. Tudok breakpointokat berakni, akár a cloudba futó alkalmazást is tudom így debugolni, remote debugginggal. Látom ugye az aktuális kontextet, a változóknak az értékeit, mit olvasok fel, mi futok be, stb. Logokat ugyanígy tracing-re lehet tehát be tud állítani akár a trisztogoknak a mutatását is, ami gyakorlatilag az orakbális query szintig elmegy. Tehát mindent lát benne gyakorlatilag, csak győz megtalálni. Ez az egyik oldal. A másik oldal, ha valamit fejlesztesz, ugye ezt a Java Action Core-ról szólt, hogy egyedileg hozzáfejlesztett Java kódot is ugye lehet debugolni, lehet tesztelni, az egyébként egy standard Eclipse projekt, Eclipse-ben nyitható projektet generál, és onnan is indítható az alkalmazás, onnan is tesztelhető. Ott is lehet debugolni azt a megyét kódot, amit te csináltál. A tesztelés ugye a másik oldala ennek a dolognak, ott viszont
a Mendix azt mondja, hogy mivel a modellellenőrzésben nagyon sok blueprintet írtak bele, tehát elég sok olyan már fejlesztési időben történő ellenőrzés van, ami biztosítja azt, hogy igazából ha hibamentesnek mondja a modellt, akkor ha az kitelepítel, az nagy valószínűséggel el fog indulni, nem fogják keselni. Egy-két kivételt eltekintve, de ez általában nem tisztel hiba, és a következő verzióban javítják. De a tesztelés az nagyjából úgy néz ki, hogy van egy performance teszt package-ük, meg van egy UI teszt package-ük. A UI teszt tudtam szeremény alapú package, de még nem kellett használni egyébként. Tehát fel lehet építeni automata teszteket, és annak is van egy szép ismerelegyment felülete, amin lehet nézni a tesztutások az eredményeit. Ez akkor lehet esetleg érdekes, mikor nagyobb alkalmazást, vagy több alkalmazást csinálunk, amit ugye egymással is kommunikálunk, ott azért megidőző teszteket lehet elejéni. Egyébként UI oldalról a szeremény alapú tesztelés támogatott, mert minden egyes komponensben benne van az ott, amire végre rá tud keresni a szeremény alapú. Tehát ez akarom, ha nem az ott van. És akkor most. Az a kérdésem, hogy milyen programjelmeket fogok generálni? Csak Java. Hát az egész a Java köré épült, tehát a backend funkció az Java, a frontend az HTML, CSS3 és JavaScript. Refordul, és egyébként React-ot használ a frontend-t. És így cross-platform mobil applikáció is lehet fejleszteni? Lehet, igen. És ez esetben is járható? Ez esetben ugye React Native volt a natív mobilnak a fejlesztési nyelve, vagy ahogy a generálás nyelve, és ebből forgat le ugye Java-t az Androidhoz, illetve a Samsung is csinál az iOS-hez, és abból fordítja le a bináris, ami nem tud fordulni, illetve fog futni a két platformon. Hát erre nem ez. Még egy kérdés. Igen? Lehet, hogy elmondottan is, csak nem figyeltem, hogy lehet olyat, hogy projekteket egymásra ágyazni. Tehát, hogy egy alap mobil applikáció, mint egy bármi applikációt létrehozol, és ezt szeretnék kiegészíteni. De egy külön projektként, tehát mondjuk egy bauti szoftverként is, ami teljesen másik szoftverként is, gyomja azt az alapprojektet szeretnék használni, igen, a lehetőség. Nem pont így, ahogy elmondtad, egyébként moduláris ugye a felépítése azt az elején, ugye, tehát egyetlen projekten belül egy modul van alaphelyzetből, de lehet újra modulokat létrehozni. Tehát ha te ügyesen szét tudod dobni az alkalmazásodat úgy, hogy újra felhasználható modulok lesznek benne, akkor ezt a modult ezt ki tudod exportálni, és egy másik Mendix alkalmazásba, hogy be tudod importálni. Tehát egy projekt az egy alkalmazás igazából, de az alapta levő modulok azok cserélgethetők, illetve újra felhasználhatók másik projektbe. Tehát ilyen formában igen, akkor csinálni. Ilyenkor hogy történik az alapbázis háttér beírás, hogyha egy modult kiveszek? Ugye a modullal együtt megy az adatmodell is. Amikor lefordítja az alkalmazást, akkor ebből az adatmodellből generál SQL gyakorlatilag. Tehát ha a modult kiveszed, tehát akkor egy másik alkalmazásba, akkor annak az adatbázis is, ahol belegenerálja azokat a tárolákat, amik a modullal együtt érkeztek. Akkor az adatbázis generál. Akkor szigorúan csak adó modell generálja, úgy, hogy van bele, vagy ezt csak kompresszálja, és mondjuk optimizálja is. Gondolok itt például arra, hogy van egy általános probléma, hogy nála például van egy osztályok is, vannak csoportok. Van a közös ősük, osztálycsoport. Most a mi generátorunk, amit a nagyon tárolok, megcsinálja mind a hármat, szó szerint ügyét a tárolában, és ezt elkezdi legenerálni, megcsinálja a való kapcsolatokat. Ennek a generátora és ezt lehet úgy is tudtam csinálni, hogy egy osztálycsoport tábla, és jelöljük azt, hogy ez osztály vagy csoport például. Ilyen szinten tudja ezt optimizálni, hogy a leszármazottait vadlagban legenerálja egy akár optimizáltabb táblába, vagy úgy, ahogy van a domain modell szó szerint táblatában. Táblatában. És a köztük levő kapcsolatok is táblák. Hát ez egy performancia szempontból nem egy túl előnyös helyzet, viszont a köztük levő rugalmat, tehát a táblák kapcsolat, tehát a táblák közötti kapcsolatok is ugye táblák ebben a helyzetben, ilyen szempontból sok a join.
viszont a kapcsolatnak a kardinalitása az nagyon könnyen megkérdezhető. Hát stabilan marad úgymond az adatbázis minden a fejlesztés közben ezzel a módon, de nem tudsz észrevenni. Tehát egy öröklésnél, amit mondtál, ugye egy táblába is lehetne az egész egy megkülönböztető mezővel, ugye ezt mondjuk egy API-ba könnyen elérhet, és ebben a modellben. Ez mennyibe kerül? Ugye nektek például a belső HR-es alkalmazásotok az elfüggetlen az ingyenes szintben, vagy kell, nyilván kell valami fizetni valami, mert ez van egy tanulatot, meg van fejlesztő környezet. Mi az ingyeneset azért hoztuk el, mert ugye most valószínűleg, ha kedvet kap hozzá, akkor azt érdemes kiválasztania. Annak ugye user számba nincsenek limitációi, tehát szélesen használhatók, inkább a fejlesztés nem támogatja olyan kényelmesen. Egyrészt láttátok, hogy a életciklusát a teljes szoftverfejlesztésnek az a funkciók ki vannak kapcsolatban, de ami ennél érdekesebb, hogy egy környezetet enged, tehát nincs mellem, hogy nem tudod megcsinálni a tesztfejlesztő és production környezetet, tehát ilyen korlátozásokkal él, de mivel viszonylag rövid a projekt, őszintén megvan, egész jó a felhasználhatósága az ennek az ingyenes alkalmazásnak. Az a kérdés, tehát ilyen belső célokra például egy munkatárs alkalmazás, nem állandóan kell, hogy fusson, csak on demand, arra simán tudjuk javasolni az ingyenes verziót is. Nyilván utána onnantól, hogyha már nagy felhasználó szám van, kritikus, hogy azonnal indul az alkalmazás, mert azért ezek az is előfordul, hogy a Netflix valóban van priorizálva mondjuk egy ingyenes alkalmazásnak a kutatása. Ez elméleti lehetőség, még gyakorlati problémát ebből így nem éltünk meg. Tehát hogy azokat az alkalmazás példákat, hogy én mondtam, azok nem kritikus, hogy most milyen válaszidőt kapunk meg, és éppen időnként egy percet kellene válni. Ilyeneket nyugodtan rá lehet tenni az ingyenesre. Utána pedig platform, utána van egy alkalmazásra szóló licenc, ami szerintem nem túl költséghatékony, és van ugye platform licenc, ami az a következő lépés, ott már a alkalmazások száma korlátlan, a környezetek adottak, tehát nyilván a környezetet adja, amit futtathattak, és ott igazából a user számtól függő a licenciú számban, amit a licenciális konstrukció azt, hogyha valakit ugye ez érdekel, akkor én konzultáció után tudunk ilyesmit adni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy akinek ez megtetszik, hogy az ingyenes licencet prototipizálja, teljesen az első alkalmazás, amit egy vállalat kitalál, az nyugodtan elvihető a prototípus pontig, és hogyha megvan az a döntés, hogy ez egy jó technológia, és szeretnék nem egy alkalmazás, hanem 5-10-20 évente kidobni vele, amikor ez ugye igazán megtérül, akkor érdemes átváltani a nagyvállalati licencre. És egyébként ugye ez egy nagyvállalati robot technológia, tehát úgy is van pozícionálva, és úgy is van árazva, tehát itt az ügyfélkörök, azok a cégek, akiket mutattam. Hogyan lehet nem tenni? Hát készítek egy pár alkalmazást, azért szeretnék megkés fogni. Gyakorlatilag csak az SQL-t mentem, mert mindent odaítom. Nem, a product, tehát a Mendix valós portál, egyik portálon, amit az elején mutattam, ott van egy olyan security backup, az lementi az aktuálisan futó kódot, illetve az adatbázist, meg a file rendszert, ha esetleg van használóban egy állományban, és azt tárolja. Tehát onnan akkor bármikor vissza lehet tölteni, meg hát ha szükség van rá, akkor lehet tölteni a tárgépre is. Tehát itt egy csomagolt állományban meg a lement is. Tehát folyamatosan csinálja a lementéseket. Ilyen népszerű menti szoftverekkel azzal lehet menteni? Vagy, tehát csak a saját megoldása van, vagy mit tudom én be tudok állítani Symantec-ből megjelentést rá? A portálnak a funkciói is ki vannak vezetve REST-apira egyébként, tehát abban bármilyen másik eszközből, másik szolgáltatásból, a szoftverből, amit a cégben használtok, meg lehet írni, nyilván lehet állni kell a kényes hozzáállt ennek az interfésznek, és akkor tehát a lehetőség megvan rá. Nyilván kész eszköz, kész konnektor valószínűleg nincs hozzá, tehát azt a plusz fejlesztést azt meg kell venni a másodnak, hogy nem tudok használni. Nekem olyan hátrébb is utána tészt. Van egy eszközkészlet, amit tudunk használni. Ez bővíthető? Van, hogy customizált, amelyeket lehet hozzáadni például, hogy
hogyha egy céget akarnék ráépíteni, aki ezzel foglalkozik, ezt használja, viszont van komponensek, amiket több projekt szeretne használni. Lehetséges, hogy bővítjük ezt a listát? Igen, igen. Az alapkomponens részlet egyébként nem tudták, és ezt amennyire tudom, nem is akarja bővíteni tovább amennyit, hanem azt mondják, hogy a lehetőséget megadom arra, hogy csinálj hozzá custom komponenseket, adok eszközt, csináld meg, hozzá, ugye, és standardeket használ, tehát a React Native, ugye ez a két frontend komponenseket nézzük most, ugye ez a két nagy csoport, rengeteg kész komponens van már a neten is, ők adnak hozzá egy eszközt, hogy oké, ebből csinálj meg X-Digitet, igazából egy XML leírót kell definiálni, amit ez az eszköz, amiben itt a fejlesztést csináltam, ugye ez a modeller fel tud dolgozni, felvesz, digitet be kell másolni a könyvtárba, onnantól kezdve megjelenik neked ott a palettán, és tudod használni. Ugye az XML leírva az, amit gyakorlatilag a paraméterezés az egészben, tehát a konfigurációs felületet. Ilyen formában nagyon jó definiált, és viszonylag egyszerűen lehet benne saját komponenseket fejleszteni. De ez fejlesztés, tehát ez le kell ülni és megcsinálni a produktet. Hát ez nem összekapcsolódós. Úgyhogy igen, tehát ha szükség van rá, újra felhasználható komponenseket kell csinálnod, akkor lehet. Sőt, ezeket kötelező lehet adni egy App Store-ban, van egy App Store is egyébként, ahova third party felhasználók, userek, akiknek tapasztalatlan, hogy belebotlottak valamilyen problémába, amit ők egyszerűbben oldottak meg, vagy megoldottak valahogy. Ide feltölthetik ezeket a widgeteket, amiket egyébként mindenki, bárki, aki mellékszert használ, le tudja tölteni és beépíthetésre alkalmazásra is. Hogy nem tudom, hogy milyen sűrűn van a Mendix-nek új verzió frissítése, és hogyha mondjuk teszem fel, elkezdek egy appot fejleszteni a 10-esben, akkor azt mondjuk a verzió 11-ben is tovább tudom fejleszteni, vagy migrálni kell hozzá? Nagyon gyakori, tehát ők is ezt az agilis fejlesztési módszertant használják valószínűleg a háttérben, mert gyakorlatilag minden hónapban jön egy új verzió, több kisebb változtatással. A major verzió közötti migrálás az csak egyik irányba megy felfelé. Hát, utána meggondolod magad, vissza akarsz állni, akkor nyilván összes csinálat fogod bekelni, stb. Tehát de alapvetően a eddigi tapasztalat az volt, hogy volt. Két major verziót váltottunk, miközben fejlesztettük a belső kis alkalmazásunkat, és az első megnyitásnál gyakorlatilag megkérdezte, konvertálja-e? Igen, mert is kész. Ön előfordulhat, hogy egy-egy olyan widget, amit ugye a store-ból töltesz le, az még nem támogatja esetleg a újban levő változtatásokat, és ha te azt használtad, mivel az nem a Mendix kezében van, az nem feltétlenül fog működni. Hát ennek a veszélye azért megvan, akkor egy másnap érdem is azért teszni, mert ez a migráció jól fog működni. De eddig teljesen végeletek egyik azon, amit tudjuk leszett, hogy a tapasztalatot. Ezek a widgetek, amikről beszélt egy nekünk című kódoknak, amit nyilván az osztályi más fejlesztőket is, van lehetőség, hogy ezeket például fizetős módon tett közé, tehát ebből pénzt is keres, vagy mind free felhasználási módot megkérlek. Ami az aktorban van, az jelenleg free, ami ott van. Viszont vannak olyan cégek, akik már fizetős widgeteket adnak közre, tehát például a Man System az egyik ilyen. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ők adják közre a widgetet, mert a store-ban nincs. Tehát valószínűleg az oldaloktól kell valahogy letölteni, és bemásolni a megfelelő könyvtárba. Nem tudom, hogy ez hogy működik, és azt sem tudom, hogy a kisebbiekben ez az App Store kiterjeszti ezt a lehetőséget fizetős widgetekre. Az alapmodell átvállalatta, és ha kompatibilis az a konverzió az a korábbi alapmodellel, amit a SQL-ben át tud felítani viszonylag egyszerűen,
sokat megteszi magától, ezt a konvergyót, tehát ez egy különítésre van szó, vagy amikor fénykúrban szó volt, és egy kicsit ki akarok tolni. Ezt megtudjátok is, hogy az alap benne van. Ha nem, akkor nem fog elindulni az alkalmazásod, és az adatot az gyakorlatilag kézzel kell emberekni. Tehát ezt nem tudja így automatikusan, hogy te mit akarsz csinálni, pontosan, hogyan akarod el azt mindjárni. Amit egyszerűen ki lehet találni, ugye engedi, azt nem is csinálni. Hogy eltöltesz egy mezőt, akkor csinálj ezt a csinálját, ami a táblában is tőle. Törölni nem engedi, tehát nem feltétlenül kell egy kályhától elindulni, amikor valami törölni akarsz. Tehát törölni engedi a modellből, viszont az egy rakás időzenet, tehát itt a kép alján van egy előttag, hogy ezek hol vannak használva, és ugye hol okozott ezt hibát a modell előzete során. Azokat utána nyilván meg kell mondani, hogy ezek a hozzátartó UI widget-et, vagy a átugatott üzleti logikát, amihez az kapcsolódott. Tehát valamilyen módon azok ezeket a konfliktusokat kell átugatni. Ezt merem állítani, hogy ez nagyon jó. Nem kell tudsz olyat közre adni szimikai valami, ami így van. Következő kérdés. Igen. Tisztel a kérdésre után lennék vissza, hogy a szereplők, hogy változik, hogy az abstrakció szintet emelkedik. Mert képzeljük azt, hogy már elég jó beállt a widgetek felé is elkészült, utána már teljesen a magas abstrakció szinten lehet. Köszönjük arra, hogy a szakmában ugye ez maga kevés a fejlesztő. Úgy érzem, hogy ez igazából shiftelni fogja ugye a HR problémát egy másik skillset felé. Mit éreztek, hogy mire kell felkészülni a jövőben az oktatásnak, milyen skillsetben rendelkezik az, aki a leghatásosabban tudja a projekteket, két widget halmozza, tehát már csak zúzni kell. Ezt hogy érted az oktatást? Tehát itt a felsőfok oktatásra gondolsz, hogy a cégek mit fel? Korrigálok ezt, csak úgy, hogy most született egy csomó olyan cég, akik 3-6-9 hónapban fejlesztő fejlesztőket készülnek fel arra, hogy próbáljuk ezt a 20 ezer hiányzóit. Most, hogyha elsifterődik, és én egyetértek abban, hogy idő után az abszorpció szint, ezt tudjuk arra, amit látottunk, akkor eltolódhat az a hiány, egy másik szintet felé, hogy nem egy állapotprogramozó hiány lesz, hanem és akkor itt kérdez, hogy business analyst, tehát kicsit összeér az a kérdéssel, hogy egy ilyen projektben kik a szereplők, tehát a business analystek fogják szerintetek ezt használni, és akkor jó probléma megoldó analysteknek kell megtanulni ezt az eszközt, vagy milyen skillsetű ember, a ti projektetekben kik vettek részt? Ha mi arról beszélünk, mi ugye mi a másik utat jártunk be, hardcore herit, ahogy így mentis ezt a típus Bálintot, és mondjuk elsőnek, hogy ő ismerte, hogy ő jár le így végén ebbe a technológiába. Tehát a Black Belt-be alapvetően nem senior és alapvetően erős fejlesztők dolgoznak. Tehát nem kezdtünk el képezni és felvenni úgynevezett business developereket. Ők azt gondoljuk, hogy feszegetik el a termék határait, meg kell találni ennek a helyét. Az ügyfeleinknél, ahol elkezdünk ugye ebben együtt dolgozni, ugye úgy az egész dolog Magyarországon, ahogy mondtam, ott abszolút felmerült ez a lehetőség, és én nekem az a vízióm, vagy az az elképzelésem, hogy például ezek akár egy ügyfélnél, tehát akár a saját informatikai csapatépítésén, akár például ilyen cégekről vagy megnyílik egy olyan lehetőség, ahol sokkal jobban megvan a helye a gyors képzésnek. Tehát lesz egy olyan fejlesztő réteg, lehet, hogy business developernek hívjuk, lehet, hogy majd más lesz a neve, ahol nincs szükség végigjárni azt az utat, ami mondjuk Bálint mögött áll. És akkor ezáltal én azt gondolom, hogyha a demand, vagy hogy a kereslet eltolódik, ugye, vagy itt elkezd gyorsan épülni, ez sokkal könnyebb lesz ilyen szempontból az informatikának kiszolgálni, és ugye azok a fejlesztők mondjuk, akik most nálunk ülnek zömmeden, azok egy low-code világban megtalálják a hívet, az igazán nekünk azt gondoljuk, hogy nekünk az igazán izgalmas, nehéz, vagy hívásokat jelentő feladatokon kell majd dolgozni, és így fog majd a mi cégünk is valószínűleg a jövőben kinyílni, hogy ezekből elkezdjük mellé építeni. De ezektől meg nem félünk, mert azt látjuk, hogy tényleg gyorsan
meg lehet ezt tanulni, és mivel a modell vezérelt a rétegre megvan az az előnye is, amikor én ugye ezt a Citizen Pass-t végül végigjártam, egy csomó dolgot kikényszerítem, mire ez ugye a teljes a véglete, tehát egy no-code-el nekem nem gondol rá, de kikényszerítette, hogy a security-t végig gondoljam, tehát hogy kinek milyen jogosultságokat adjak, ezeket így simán ugye túllibbentem volna rajta, tehát ők nekik meg fogja a kezüket, nyilván egy szürkebb lesz a ledbe, úgyhogy épp ezért látjuk azt megalapozottnak, amiket ugye a Gartner ott mondott, mert egy ilyen, hogy mondjam, sokrétű informatikát tud felépíteni, mert könnyebb lesz képezni azokat az embereket, akik nem igényelnek több képzést, és nem biztos, hogy egy teljes egyetemi, meg hogy Magyarországon szokásos fejlesztő úton, vagy felsőoktatásos fejlesztő úton végig kell mennie. De hogy... A cégemeli belső képzés az valósulhat meg is, hogy... Igen, tehát például a business developer egy rendszer szervezőből, vagy egy business analízből szerintünk simán lehet. Én a kollégának gondoltam, hogy válaszolok kicsit egy másik aspektusból, hogy én magam amúgy olyan business analyst vagyok, aki ilyen low-code platformban kódolok alkalmazásokat, tudod, idézőjelben, és inkább olyan emberek, akik nem nálunk általánosságban beváltak, azok az emberek, akik alapvetően jó absztrakciós képesség, jó probléma megoldó képesség, és van egy informatikai alapértelmezés, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha otthon már valaki foglalkozott rá, nem kell, vagy nem tudom kódolni, de aki otthon szerepet, nem tudom, akár tényleg a legegyszerűbb dolgokat, vagy játékokat a PC-n crackelni gyerekkorában, van egy elképzelése. Belülük relatív könnyen lehet, és a kihívás inkább az az, amivel mi szembesülünk, hogy alapvetően ugye ez nem kell informatikus végzettség, ezért azért nem annyira nehéz ilyen embereket találni, viszont a trükk az az, hogy alapvetően egy-két év után már megszerzik ezt az informatikus alapképességet, nyilván ugye ezekről a dolgokat. Onnantól kezdve viszont őket megtartani egyre nehezebb, mert hirtelen viszont mindenki másnak is egyre nagyobb értéket tudnak teremteni. Köszönöm, Ászlom, hogy ez a probléma mindenütt. Igen, persze. Ezzel valami tapasztalat, de szóval a megtartás az nehéz, meg az, ez egy platform kötődés, most sok kérdést mennyit igazából választhatok ezt a mixet, hogy volt a közükkörtöntő összehasonlítás, lehetne másról is lehet tenni, most ott biztos megvoltak az okok, meg olyan vizsgálat, hogy összehasonlítottának. Ennek megvan az előnye, ahol veszélyet lehet, hogy felben valaki kérdezett, és akkor ez tényleg terjed, akkor könnyebb embereket átmenni, szerintem ez a probléma ez. Igen, én reméljük, hogy Endix a low-code SAP-ja lesz, vagy de még azt láttuk, hogy ez elég, nem most kezdték, és nagyon szépen, de nyilván ez benne van, tehát a low-code platforma a világ az még most technológia kötött, tehát még nem találták ki azt, lehet, hogy itt is eljön majd a szabványosítás ideje, meg a gondozhatóságé, még nem tartott. Következő kérdés. Kérdés, hogy így a nagy közönség előtt, akkor azt javasolnám, hogy nyugodtan még így, akinek van kérdése, akár ilyen face-to-face vagy kisebb körben, akkor szerveződjétek úgy is. Visszatérnék a videóhoz, tehát a videót mindenkinek el fogjuk küldeni, ott lesz rajtunk az elérhetőségünk. Én azt javaslom, hogy direktbe Bálintot nyugodtan keressétek meg e-mailbe, ha őnek hagyja a telefonszámot, cseréltek, veszünk rá. Tehát szeretnénk valahogy pótolni azt a élményt, ami kimaradt abból, hogy láttátok a dolgot és felmerülnek kérdések. Én egyébként nagyon hálás vagyok, hogy ennek ellenére itt maradtatok és egy ilyen jó beszélgetés zajlott, de nem számítottam, és hogy köszönjük nektek. Viszont azt gondolom, hogy akkor ennyivel mi is tartozunk, hogy akkor most Bálint elérhetünk arra a konzultációra, és ebben éljetek, kérlek, mert minket is nagyon érdekel, hogy egyébként, akik most látják az először, mi a Mendix, úgyhogy szívesen válaszolunk a kérdésre, stb. És azt bárkinek megköszönjük, hogyha így az első benyomásait pedig ezen keresztül meg is ossza velünk, az meg számunkra lenne hasznos. Jó, ilyen kérdésszekciót mindenképpen fogunk egyébként is csinálni hozzá, jó? Úgyhogy a videó az ilyen szempontból el fog kerülni, mert tényleg, hogyha úgy van lehetőség, hogy ilyen kontaktinfot megosszunk, akkor szerintem az is. És köszönjük a ti rugalmasságotokat is, mert abszolút nem így terveztük is a messzezést, úgyhogy sajnálom, hogy ez kimaradt.
de remélem, hogy akkor ilyen formában az egyik mennyi kórtoljuk. Jó, úgyhogy hát köszönjük szépen. Szóval, hogyha valaki nem tudom, tolni, és mivel kifagyott, akkor ezt bármilyen megtalálja.